első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 6 óra után 11 perccel, jó reggelt mindenkinek! Hello! Sziasztok! Jó reggelt! Szevasztok! Drága hallgatók, itt vagyunk újra. Kettecskén, négyecskén. És itt vagyunk. És akkor, na, ötöcskén. Már ötöcskén vagyunk, így van. És jó sűrű napunk lesz. Ma lesz ma minden. Már mondom is az elején. Ha minden igaz, én most nem kaptam megerősítést, igaz? Elfogadta végül a meghívásunkat? Ha tegnap azt mondta a szerkesztő asszony, akit te egész közelről ismersz, hogy jön. Hogy jön. Igen, hogy ma lesz. Akkor jön. A szerkesztő úr is azt mondta még tegnap, akit most nem látok, hogy igen, jön. Hogy jön. Itt lesz. Aha, na, akkor beszéljünk róla gyorsan, így bele, in medias res, ahogy ugye a művelt spanyol mondja. Azonnal, rés. In medias res, ugye, igen. Ahogy ugye Galambos Lajosról van szó, akit mi meghívtunk ide, és ő elutazott pár napra a múlt hét hétvégén, illetve csütörtök pénteken, de mondta, hogy ahogy visszaér, akkor a rádiók közül bennünket részesít előnyben, és először ide jön hozzánk. Úgyhogy ha minden igaz, akkor 8 után. 8 után érkezik hozzánk Galambos Lajos, és vele beszélgetünk majd. Igen. Hát kíváncsiak vagyunk. Kíváncsiak, hogy mit Galambos nagyon... Lajos, nem Lagzi Lajcsi. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én kifejezetten utálom azt, hogy folyamatosan egy komoly dologgal kapcsolatban, egy ügyel, egy büntető eljárással kapcsolatban, ahol nyilván a papírokban nem azt írják be, hogy Lagzi Lajcsi, folyamatosan a híradók Lagzi Lajcsi. Hát ez ráragad. Nem tudom, nekem olyan furcsa. Kicsit olyan hát kis kvaterkázós, ilyen jópofáskodós, ilyen izét. Igen, ő inkább volt már az utóbbi évtizedekben azért Lagzi Lajcsi, mint Galambos Lajos. Tehát a Dáridóban, a TV2-n, a Muzsika TV-n, tehát ő mindenhol inkább Lagzi Lajcsi volt, és nem Galambos Lajos. Igen, hát amikor őrizetbe vesznek valakit, akkor azért az érdekes, hogy őrizetbe vették Lagzi Lajcsi. Írták így is, írták úgy is. Igen. De minden esetre jön hozzánk, 10 napja engedték az elégzetesből. Lagzi Lajcsi álljon fel. Igen, és hát szeptember 24-e óta volt bent. Mi is sokat beszéltünk az ügyről, sok mindent furcsálottunk, úgyhogy megkérdezzük majd ezeket a dolgokat. Hát nyilván még zajlik az eljárás, de nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit mond. Illetve magáról a börtön életről is faggatjuk majd, mert hát azért arra is kíváncsiak vagyunk. Sőt, arra vagyunk a leginkább kíváncsiak, hogy milyen bent. Ugye? Ezt gondolom mindenkit foglalkoztat, aki figyelte az ő ügyét, hogy kétszemélyes cellában, zárkában, 124 napon keresztül. Mi történik oda bent? Mi az, ami legenda, mi az, ami nem legenda, és milyen a valós börtönélet? Valószínűleg nem mi, és nem most fogjuk kideríteni, hogy mit követett el, ugye? Tehát, hogy nem ezért hívtuk. Azt nem tudjuk, és ez nem is célunk, igen, nyilván nem is ez a cél, hanem inkább zajlik az eljárás, erről nem is beszélhet még, de hát sok mindenről igen, úgyhogy őt faggatjuk majd. 8 óra után. Aztán ugye júli is lesz 9 után, gyerekek, nagyon sűrű a dolog. És hát a címlapokat elemezzük egy picit, kettő érdekes dolog is van, és hát ami engem foglalkoztat, anélkül, hogy neveket mondanánk. Charlie Sheen története ugye mindenkinek ismerős, amikor egy bulvárlap, egy bulvármagazin addig zsarolta, amíg végül is coming out-olt, és elmondta, hogy HIV pozitív. És lehozta a Blick címlapon, hogy évek óta hívfertőzött a magyar sztár énekes nő. Hát és ugye hát elindul a találgatás, hogy ki lehet ő vajon évek óta hívfertőzött. Gyerekek. Már belenyugodott, azt írja a sorsába, és nemi úton kapta el. Ennyit. Na most, mi történik ilyenkor? A lap azt mondja, hogy én tudom, nyilatkozz, mert lehozom. A lap azt mondja, hogy tudod, te is tudjuk, mi is megírjuk, de nem úgy, hogy kiderüljön. Vagy adunk neked egy kis időt, szánd rá magad, nyilatkozz, ha nem egy hónap múlva lehozzuk, ahogy Charlie Sheen esetében is volt ez. A lapmunkazársai le tudták most ezt írni, így egymás után a különböző variációkat nem fogják összekeverni. Az egyik már ugye zajlik, miszerint ugye ők felfedték, vagyis ők már elindították a lavinát. Ez ugye a hólabda berugása, amiből később lavina lesz. Ez most még csak hólabda. De ha Blikához valami címlapon, akkor azt tovább görgetik. Ki a HIV pozitív? Jó, olvasom ki a cikket, hát ha van benne egy fél mondat. És egy sztár. Vagy ne mondjanak semmit, vagy mondják meg. Ez így nem igaz. Ez a vittem ajándékot meg nem is. Nem?
És akkor igazi sztár énekesnő, tehát első vonalban énekesnőről lehet szó, tehát ez nem olyan, mint amikor hogy a kuborka szezonban megírják, hogy a nem tudom mi, a trónok harca sztárja, ja. És akkor kiderül, hogy egyébként volt egy jelenet, hogy a háttérben ellovagolt balról jobbra, de már visszafelé nem leesett a gyerekből, de hogy egyébként de ott volt is a stáblista. Tehát ez igazi sztár jellemző, ez a fajta kicsapongás, ahol hív fertőzött. Én szerintem ez bármilyen bárhova, tehát az a lakodalmas rockból is. Jössz, mész, énekelsz, ha pasifaló vagy, falod a pasikat, ha nem, nincs sen sok monogám kapcsolatod, ez bárki van. Lehet. Tehát ez lehet egy... Vidám vasárnapon nem lépte. Próbáltam azért szűkíteni, érted? Igen, hogy hogyan szűkít? Ugye? Akkor ez nem jó. Mi a műfaj? De hát nem a lakodalmas rockban. Abban aztán vannak kicsapagások. Hát ott azért érted. Mit én, aki még nem olvastam el a cikket, csak a címlapot láttam, hogy ez akkor önmagában folytatódik tovább, és előbb-utóbb az énekesnő nyilatkozik? Említ valamit? Nagyon ki azt írja a Blik, vagy a lap, hogy ugye őt látták ezen a helyen, ahol a HIV fertőzötteket kezelik, és akkor mindenki nagyon meglepődött, de azt nem írja, hogy akarják ezt tovább vinni, ezt az ügyet. Itt van, tessék a teljes cikk, hogy nagyon meglepődtek, de már láthatóan beletörődött a sorsába, mert hogy ezzel lehet élni, nem hansz, belevigyázni kell a történettel, de ők nem feszegetik magát a kérdést, hogy ki ez egyelőre az újság. Igen, hát csak most szenteltek neki egy címlap. A picit bedobták. Mi nem feszegetjük, de az egész címlap róla szól. Igen. Igen. Hát ugye ez a Charlie Sheennél ugyanígy történt, hogy ez lehozta volt, ott is ez volt az igen. első kör. Ott is ez volt az első igen, kör. Csak vélhetőleg egyébként a partnereivel, a sztár énekesnő megosztott ezt az információt Charlie Sheennél ellentétben, aki elég jellemítélhető módon elfelejtette ezt mondani a partnereinek. Hát az biztos, hogy le nem hozhatják. Tehát Magyarországon nem hozhatják le, egészen más, hogy működik ez, mint Amerikában. Tehát itt ilyet nem tudnak megtenni, mint Amerikában, hogy valljál, coming out-oljál, vagy mondjuk lehozzuk, egy hónapot van rá. Ezt nem tudják megtenni. Nem tudják megtenni, igen. Tehát az nagyon-nagyon súlyos pereket vonna maga után. Te semmi olyat nem hozhatsz le, ami valakinek az egészségi állapotáról úgy ad beszámolót, hogy ahhoz te nem járultál hozzá. Tehát az nagyon súlyosan megsérteni a személyiségi jókat, magántitok, stb. Azt Magyarországon nem tudod megcsinálni, hogy erre Amerikában hogy volt lehetőség, azt nem értem. Tehát ez a coming out-ói vagy mi lehozzuk. Aha. Nyilván nagyon egyértelmű bizonyítékok voltak. De Magyarországon ezt nem tudom elképzelni. De sejtethetik. Sejtethetik, de nem, én szerintem azt a pert nem meri bevállalni a Blikse, hogy hozzájárulás nélkül, engedély nélkül ezt valaki lehozza. Blik Bors, tök mindegy. Itt ilyenkor nem jöhet elő, ez az informátorunktól igen, származik? Nem. Informátorodtól nem származhat az, ha te megnevezed az embert. Egy olvasónk szerint olvasónk látta. Nem, hát akkor az olvasód látta, de akkor te már nevesíted a dolgot, innentől kezdve kiadsz valamit, amihez nincs jó. Hát de mindig azt beszéltük az ilyenes. Ráadásul egyértelmű bizonyítékot sincs, hiszen az, hogy az olvasó látta, mehetett valamit kérdezni az orvoshoz, elkísérhette valakit, tehát azért ahhoz még több kell. De ha több van a kezedbe, se hozhatod le Magyarországon. Az képtelenség, tehát az nincs. Ilyet azért nem is hallunk nagyon, hogy valakiről újság lehozná, hogy. Ferenccel találkoztam a bőrgyógyászaton. És bőr és nemi beteg, igen, és akkor igen, már de úgy láttam, a nemi betegbe hívták be, hogy pöttyöske jöjjön. Szóltam ki a folyosóra, láttam Feri fölkapta a fejét, és elindult. Igen, azt mondom, Ferencem, szólította meg a doktor úr. Igen. Szóljatok de van megoldás. Szóljatok Irénkinek, ilyet még ő se látott, kiáltották föl, mikor Feri bement, ugye? Ez, kitárgyaltuk. Tehát ezt nem írhatják. Szegény Bajor Iminél is, ugye, amikor már a Bajor elmondta, és előállt vele, akkor utána már kikértek orvosi vélemény, diagnózis, Kínába ment, ide ment, oda ment, ugye szegény, hogy próbálja meggyógyulni, de akkor sem ők hozták le először, ahogy ezt sem hozhatják le. Mindenesetre kíváncsi lennék, tehát ez így nem jó. Vagy mondják meg, vagy nem mondjanak semmit. Nem? Hát de ugyanakkor meg megszellőztetni, látod, mégis mi is erről beszélünk. Tehát valószínűleg ez neki hozott olvasottságot, mert mindenki elkezdi olvasni, hogy vajon mindenki ki az. Találgat, hogy vajon ki lehet. Mindenesetre neveket nem mondjunk, és szerintem ez úgy korrekt, ha nem is megyünk bele, és nem is visszük tovább abból a szempontból ezt az ügyet, hogy akkor mi majd itt ezt szinten tartjuk, ez az ő élete, az ő magánügye, az ő története, tehát ez legyen ez a bulvár része, te hogy ő ezt kinyomozza. Tessék? Te tudod ki az. Hogy most védem? Igen. Uh-huh. Én bárki az védem. De lehet, hogy tudom. Na jó. Aha. Na. Oké. Okay. Még egy kávét, valami péksütit hoztam magamnak is. Ó, szóval kiszednétek belőlem. Hú, mit kapnánk, gyerekek? Hú, mit kapnánk? Soha nem mondanám el. Élőadásban egészen biztos, hogy nem.
Szóval az a legszemélyes. Tessék? Az a legszemélyesebb magánügye valakinek. Én se örülnék, ha nem tudom, egy klinikán látnának és bemondanák. Ez szegény, ha már így járt, hát nem adnám az olyan műsorhoz az arcomat, ahol mi őt felfednénk. Tehát nem nagyon lehetne utána tükörben nézni, hogy Balázsék reggel bemondták, hogy szerintük ő az, mert tudják, hallottad soha. Tehát ilyet mi nem tennénk. Ezt meghagyjuk a bulvárnak, nem? De látod, még ők is nagyon óvatosak, pedig persze, aztán a Blikert persze. És a Borsot nem kell félteni. Hát most feldobták a labdát, azért ők azonnal robbantják a bombát, de azért ez nagyon meleg. Nagyon meleg. Igen, ezzel nem akarunk lemaradni a hírről, nem tudunk sajnos konkrétan mondani, mert ebből esetleg valami származhat, de azért gyorsan megelőzünk mindenkit, és csinálunk egy olyan címlapot, amiről nem derül ki semmi igazából, csak arra jó, hogy elkezdjenek találgatni az emberek, hogy vajon ki lehet az illető. De nem nagyon meleg, de szerintem ez a sejtetésvonal, hát például ott vannak ezek évek óta, azt látjuk, halljuk mindenhol, hogy vannak bizonyos közszereplők, akiknek kapcsán nem írják meg, de azért sejtetik, hogy gondjaik vannak a piával például. És te persze nem írjuk le, mert akkor beperelhetnek minket, hogy az illető alkesz, de azért sejtetjük, hogy megint beteg. Megint rosszul érezte magát, megint sajnos abba kellett hagyni a munkát, mert olvasom, de nem írjuk le, hogy mennyi üveg van előtte. Igen, ebből a szempontból a közszereplőnek baromi nehéz, mert beteg sem lehet nyugodtan. Uh-huh. Tehát beteg sem lehet nyugodtan, mert bármelyikünk kórházba kerülne, vagy hát nézzük az Andy Vajnát. Tudod, hogy pontosan mikor jött ki, mikor ment vissza, mi baja van. Nem hiszem, hogy ő címlapon akarja olvasni, hogy a lábával az erek elpattadtak, és meg kellett műteni, és az amerikai műtétje sikerült, de mégis ezt itt elrontották. De rák is ez vár. Tehát mi majd, ha befekszünk valahova 20 év múlva. Én sportolok, és sok folyadékot fogyasztok. Remélem. Jó, hát... Ennyi elég, hogy ne legyen semmi baj. De nem tudsz úgy elmenni. Az egészen biztos, hogy az ne derüljön ki. Tehát nekünk például csak a simán a szülést előbb tudták, hogy hol szülünk, mint míg mi eldöntöttük. Tényleg. Tehát még szinte nem volt biztos. Amikor már hívtak. A második gyerekkel olyan titokba mentünk, és nem mondtuk senkinek, és ott és voltak. És már ott állt a legsifotós. A hatos szoba lesz, Balázs, de hát még csak a hatodik hónapban van. Igen. Úgy hajunk, úton van a harmadik, de még csak beszéltünk róla. Igen. Azt hallottuk nem sokára. Most indult meg a tövétől. Szóval, na mindegy, hát igen. Szóval az ember kíváncsi is, de közben drukkol is, hogy maradjon titokban szegénynél, és ne is derüljön ki, ez valóban így van. Bár ilyen alapon, akkor én holnap ide bejövök, és azt mondom, hogy Morning Show címlap, és mondok valakit, aki nincs. Micsoda? Ha most megfogtál címlapja, és aztán ott ülnék délután 3:30-kor a szerkesztőségbe, és aztán, gyerekek, nincs holnapra címlap. Dobjunk be egy ilyet. Igen. Írnek, hogy valakinek végbérrákja van. Végbérrákja van a híres műsorvezetőnek. Tessék! Azt. Van? Nincs. Nincs. De címlapunk lenne. De címlap. Ez semmi. Igen, az ismerősök elmondták, tehát ez lehet egy 3:30-kor, mi az Isten tegyünk holnap a címlapra. Tedd ki, hogy észtes az egyik énekes. Meg vagyunk! Plusz 10 000 Gábornak, aki ezt kitalálta. Hát nem? Igen. Tehát ilyen alapon egyébként ugyanakkor minden és ugyanakkor semmi. Értitek? Hát simán. Simán. 3:30 ültek, az iskolát nincs címlap. Senki nem ütötte senkit, senki nem volt semmi. Éces énekesnő. Az megment minket. Vagy bár oldószeres zacskóval a fején találták meg a híres kapolyban munkatársai, a híres műsorvezetőt. Igen, a híres rádiós műsorvezető. Téjét. Felesége bejött szerkesztőségbe, és elmondta, hogy minden délután az előszobai nagy szekrényben egy nyakkendővel a nyakába önkielégít a híres műsorvezető. Csokolom. Van is, nincs is. Igen. Nem? Semmit nem tudom meg belőle. Bármit. Mi újság, mindenkinek jó volt a tegnap? Minden rendben. Uh-huh. A híres műsorvezetőhez közel álló szemét véjét, mert akkor még a Judit is belekeveredik. Hát tényleg. Meg én is. Igen. Jó van, szóval minden rendben, minden oké. Igen, titokban csináltuk az előszobástorit, amit az előbb elmeséltél. Jó, hát hozzám meg ez eljut. Hát én meg bemondom, mert én meg időzített bomba vagyok. Na nézzük gyorsan, mit jönnek, amit drága hallgatóink, akik már ilyen korán reggel velünk vannak. Azt mondja, hogy Laci jelentkezik Fekete-Fehér Igennemre, ez nagyon jó. Ez nagyon helyes. Azt, hogy nem működnek a lámpák a Kerepesi-Hungária kereszteződésben, Zoli küldte nekünk. Aztán 4-es úton a 48-49-es kilométernél Pilis előtt két autó ütközött, egy sáv járható vasfej üzente. Nézzük. Aha, oké. Vannak teljesen értelmetlen SMS-ek. Jani visszavágó kérdezi, egy éve legyőztél, és ezt szeretné valaki most visszaadni neked egyébként.
Na. Ne, olyan jó volt ez az egy év. Még szeretném kiélvezni. Igen. Ma Jani megint úgy jött be, hogy emlékeztek arra az egy évvel ezelőtti győzelemre. Hogy lenyomtam. És most látod, megjött az SMS. Hungária kerepesi, sokan írtátok, hogy ott nagy káosz van. Na, egyelőre ennyi. Szép jó reggelt, játékra jelentkeznék, tudni nyerek, az ajándékcsomag szerelmemé lesz Tamás Baktalóránt házáról is. Hát jön a Bálint nap, biztos arra akar nyerni, Valentin nap. Ú, de jó, ezt írjuk fel, ezt a Valentin napot. Ugye? Két hét, jövő hét vége. Jövő hét vége, Valentin nap. Ez fontos. Valami szépet intézzetek rá. De az otthoni. Nem amikinek, nem úgy értem, hogy magamnak. Mi nem nagyon valentínozunk, tehát én nagyon tartom, én elmegyek disznóvágásra. Az nagyon jó. Az nagyon jó, és mit kap a béka? Hát mert az semmi. Kiló disznó sajtod? Hát baj, ha hazajövök, akkor igen. Tényleg? Persze. Minden évben ott vagyok, ő meg valahol másuk. A legjobb. Hát persze. Abszolút. De ünnepeljük nagyon. Ez a hosszú kapcsolat titka. Én azt szeretem egyébként, hogy van egy bizonyos kultúrkör, amit én nagyon tisztelek és nagyon szeretek, de hogy ott állandó disznót vágnak, bármi történik. Tehát, ha örülünk, ha Valentin nap, névnap, szülinap, mi legyen, vágunk egy disznót. Mindig van ok. Mi legyen, mindig van okotok disznót vágni. Ez tök jó dolog. Meghal valaki, születik valaki. Terikék nagyon a harmadik gyerek. Hát csak egy disznó lehet. Terikém, elromlott a képcső a tévébe. Még nem. És látod, és már senkit nem is érdekel a képcső. Át tudnád hozni azt a nyeles fazékot meg azt a létrát? Előtte vágjunk egy disznót, ígyunk egy pálinkát. Emlékszel arra a régi Simpsonra? Rendben lettem. Ez az! Hadd őjjük! Kettesen volt a lottor. Ezt a mindenki, nem viccelj már. Hullanak a disznók körülötted. Hullanak a disznók. Na jó, drága hallgatók, reméljük mindenkivel minden rendben van. Megmutatjuk, hogy... Hogy indult a reggel, morbidkodjunk, kicsit morbidkodjunk, én szerettem, volt az, néha kell ezt is. Ugye egy puertorikói fiatal ember, baráti társaság úgy döntött, hogy barátjukat saját maguk mellé ültetik a póker asztalnál. Nagyon volt a különbség, hogy ők éltek, a barát halott volt, viszont ott nagyon nagy divat az a fajta temetés, hogy úgy csúsznak a halottal, hogy ünneplik az életet. Mi nagyon jót mosolyogtunk ezen a híren, megnéztük a srácot, hogy napszemekben, baseball sapkában ül a barátaival a pókerasztalnál. Morbid, de ugyanakkor nagyon érdekes. Igen. És eljátszottunk a gondolattal, hogy velünk mi lenne, ha ez történne, illetve mit kérnénk a barátainktól, hogy bennünket hova tegyenek. Egészen jó eseményeket kaptunk, illetve magunknak is nagyon jót találtunk ki. Úgyhogy ezeket a pillanatokat megmutatjuk. Egy picit morbid, de nem fog fájni, nem kell félni. És aztán jövünk a hírek után a játékkal, úgyhogy aki játszana, az jelentkezzen, mi pedig jövünk a hírek után. Köszönjük, Ákos! Köszi szépen! Így szokta csinálni a Csabi, aki más műsornál, hogy köszönjük, Ákos! Már is menjünk tovább! Itt vagyunk! Mi van a Csabival? Lenyelted? Lemaradt? Le. Jó, hát, itt a végén kell. Igen, nagyon elindult valami. Akkor szólj rá, én is rászoktam, hogy maradj len. Ilyenkor el kell időn konzervet, integesen zsülnek. Vagy kifújom az orromon, csak a Jani felé néz. Ha rászolsz, lemarad. Itt vagyunk, drága hallgatók, 3-7 múlt, pontosan 4 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Full köld, az 3-as főúton Gyöngyösig, Dávid küldte nekünk. Aztán jött egy nagyon helyes SMS, féltek visszaívni, ugye? Ennyi. Se egy SMS, se aláírás, se név, se sem. Csak így, ő ezt így rendezte magában, féltek visszaívni. Ugye? Ez az oka. Mi más lenne? Nyuglak. Nem az, hogy már megvan a játékos, vagy több százal jelentkeznek, nem féltek visszaívni. Ennyi. Ugye? Így történt egyébként. Itt összebújtunk, itt rettegve a sarokban, és így. Nem, csak ő, csak a 78-as szám végült. Sopron és Csorna között a 85-ös számú főúton Sopron irányában hatalmas fitmafék szakadás történt. Geri, köszi. Hát nem akarok róla többet tudni. Zirc előtt egy hatalmas faágló ki az útra, tűzoltó már az úton van, vigyázzon mindenki. Valamint K.O. a Hungária és a Kerepesi út kereszteződése, természetesen rendőr még sehol, akit teheti, kerülje el. Kaptuk ezt is. SMS-ben ott jelzőlámpa hiba van? Vagy mit észlelted ezt? Kérlek szépen, igen, ott ráadásul egy kereszteződéssel előrébb ott a stadion mellett is, meg egyel hátrébb is, és az egész környéken nincs áram. Tehát valószínűleg az a gond. Én tök érdekes a város közepén sötétben autózni hajnalban, de aztán az már nem volt a hideg. Forgalommal szemben. Nagy gázzal, persze reflektorral. Vagy nélkül. Igen. De valóban nem működnek a lámpák, úgyhogy de hogy a rendőrök miért nem értek ki, mert most az 2 órája volt lassan, hogy én ott eljöttem. Hát megvárják
még kellenek. Tudod, 5-kor még nincs forgalom, 6-kor még nincs forgalom, 7-kor már alakul, akkor 7-re kimennek. Ja, ők csinálják akkor meg. Nem, ők addig egy vásárlóra állnak, tudom, és valaki fönt egy, persze, egy csillagcsavarhúzóval próbál. Nyakába áll két rendőr, aki fölül áll, az a piros. Középen az a sárga. Aki négy kéz láb van, az a zöld. Mondjad, nem ők irányítanak ilyenkor. Na nézzük meg, ki a hét második játékosa. Már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt kívánunk neked, Viktor, hello! Honnan hívtál minket? Hát én most jelen pillanatban a 4. kerületben vagyok, de Dorogon lakom. 4. kerület, a Festői Újpest. Pontosan. Kivel játszanál, Viktor? Balázs! Veled. Csendesen jelzem. Csak zárójel. De senkit nem érdekel. Ez is, nem is mondom, így van. Jelezni akartam, hogy van itt két friss, fes, illatos fiatalember, aki még nem játszott ezen a héten, én viszont tegnap már igen, hogy nem lehetne, hogy addig közlekedési híreket nézek. Hát most nem, most játszunk egyet. Jó, jó, amit a hallgató akar, csak próbáltam jelezni, hogy parkolópályára tenném magam. János? 3, 2, 1, fire. Itt vagyok. Tiéd az első kérdés joga. Szép jó reggelt! Aztán szép jó reggelt! Madárcsicsergős jó reggelt! Csip, csirip, csip, csirip! Viszont kívánom! Tenisz, a Gyoko? Gyoko, hát, mit mondhatnék róla? Gyoko behúzta. Gyoko behúzta, és ezáltal belátható távolságon belülre került Roger a 17 Grand Slammel. Úgyhogy meg is lehet neki. Te hogy gondolod? Ő fog nyerni. Mikor? Ha már vége? Gyoko, most. Ha már vége van? Vége van? Vége. Ó, nézte? Hát akkor lemaradtam róla. Lemaradtál? Lemaradtam teljesen. Hát sok a munka, aludni is kell, meg ilyenek. Uh-huh. Nem tudom veletek, hogy van. Már meg is vagyunk, nem tudom. Pedig jó játék lett volna. Ez igazán jó csata volt. Most kezdtem így felébredni, mint aki fejbe vágott volna, hogy figyelj, nagyon jó. Igen, ez villogott a fejembe, hogy figyelj, ő nagyon jó. Ez egy nagy csata lett, de sajnálom. Hát igen, ez van. Nem baj, örülök, hogy átadtam. Épp volt, baj. Nálunk miért nem zengeted meg? Nem tudom. Aj, Viktor, pedig ez jó játék lett volna. Te is töröktél, most én is egy kicsit úgy oda tettem volna. Ez nagy csata lehetett volna, de kár. Nagy át. Túl nagy volt az elszántság. Igen. Jövőre. Lehetséges, legközelebb. Sajnálom. Köszi a játékot. Én köszönöm. Csak hogy egy mondatot meg tudjunk róla, szereted a teniszt tényleg? Tehát nézed? Nem, abszolút na, nem. Na jó, van. Inkább a foci, de hát meg azért próbáltam meg egy kicsit. Megtanultad gyorsan Gyoko nevét, és akkor gondoltad ezzel majd. Ja, a fogadásokból már úgy, ahogy ismerem a nevét, de nem nézem. Pedig hogy örült volna Balázs, hogyha valaki rácáfol végre arra a közvélekedésre, hogy az embereket ugye általánosan nem érdekli a tenni. Sajnos. Végre valaki. Sajnos erre most nem sikerült, mert egy újabb ember, akit szintén nem érdekel a tenisz. Viktor, köszi a játékot, jó munkát neked. Köszönöm, még valamit lehetne mondani, hogy a Csolnoki Bruce Willis-t azt innen üdvözölném, a kedves kollégámat. Csolnoki Bruce Willis? Mondj róla egy mondatot, mit kell róla tudni? De egy hatalmas, óriási nagy figura, egyik kedvenc munkatársam, csak éppen most szabadnapos, úgyhogy sok sikert kívánok neki a mai napra, hogy Tavin van. De tényleg hasonlít a Willishez valamennyire? Igen. A Csolnoki Bruce. Milyen fazon? Mennyire jó már a nép, a Csolnoki Bruce Willis. Üdvözöljük, csókoltatjuk, mi is mondom neki. Köszönöm szépen, hello, sziasztok! Ciao, hello. Pedig nem játszott rosszul, ez jó csata lehetett volna. Ez nagy küzdelem lehetett volna, csak el. Jól indult. Túlságosan iparkodott. Be akar darálni, nagyon gyorsan. Nagymamám mondta mindig, iparkodj. Iparkodjál már, Balázskám. Ez azt jelenti, hogy vegyem fel gyorsan kis égeralsómat, mert indulunk tornázni. Yeah. 5 perc, pontosan 7 óra friss közlekedési híreket várunk. Jó, küldjetek nekünk. M7-es Pestről akkora köd van, hogy nem tudtam, mikor mentem át a Völgyhídon. Ati küldte nekünk, Debrecen Hajdúszoboszló között trafi, a rendőrautóból mérnek. Zoli, Bratyó és Kozmix. És itt a kérdés, üdv, tolnátok egy polgárpetit? Hát, talán ha a kecskék elfogtak egy lakotlan szigeten, érted? De hogy egyébként fura ízlés. Vagy. Igen, de szerintem a dalra gondol, nem? Ja. Nem? Akkor toljuk le. Azért ne bántsuk. Azért az nem annyira rossz. Letolhatjuk egyébként. 5 perc, vagy 7 óra jövünk a hírek után.
És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello. Ez még mindig jó. Hello. Hát ezt még mindig ez szeretjük. A dalocska még mindig jó. Pocikos Lakatos kérdezi tőlünk, hogy ebből ti kaptok valami kis pénzt a zene után, vagy az összes a Polgár Peti. Az összes a Polgár Peti. Mi lemondtunk mindenről. Sose felejtem el, János már nem volt ott. Peti állt. Mi ültünk. Feltett lábbal, interneteztünk Ferenccel, mikor Peti bejött, zsebre dugott kézzel, és teljesen szerényen két másik hír mellett rákérdezett, hogy mi legyen a dallal, a jogdíjjal, és mindennel, ami ugye ezzel igen. jár. Összenéztünk Ferivel. Így van. Aztán tovább interneteztünk, és azt mondtuk, hogy Peti. Persze, én ezt imádom bennetek. Két ember, aki tud élni, két gáláns, úriember, basszus. Én ott lettem volna, azt mondani, egy nagy ló. Te nem voltál ott, összeztük. Értem, négyen vagyunk, négy felé megy öcsém. Vagy elhúzani. Igen, Peti kiment, Ferivel egymást néztünk. Jó döntés volt? Most már elment. Persze. És internetes. Hát csak már abból, amennyit mi eddig lejátszottuk itt reggel, abból megvan a srác. Többször ment a dal, ami néhány hazai előadónak. Konkrétan, a Majkánál többször ment Polgár Peti dalait a rádióban, mert Majka dalát nem játszunk egyáltalán. Csak hogy egy példát mondjak. Én amikor megkoltam, elharaptam a nyelvemet. Igen, másnap Janinak elmeséltük, hogy erről lemondtunk. A klipről, a jogdíjról, a játszás után, mindenről. Aztán neteztünk tovább. Fáradtak voltunk, adás után üldögéltünk. Meg jó szívünk. Persze, ott állt az a kis, hogy hívják, kis szomorkás arc kifejezésével, vagy milyennel, mert nem tudjuk megfejteni már évek óta, hogy mit is ábrázol az ő arca egyébként. És akkor ti azt mondtátok, hogy persze, kitérde, legyen a tiéd az egész. Igen. Figyelj, eszemiszom, dínomdánom, jó hangulatot árasztod, így van. Aztán most már azért máshogy gondolnánk ezt a beszélgetést, hogy látjuk, hogy emelkedik az az összeg, amit utalnak Petinek majd. De hát most már elment. Na mindegy. Azt mondja, hogy Sajó Szentpéter és Miskolc között baleset, a kocsisor már 2 kilométer, rendőrség, mentők most érkeztek. Timi küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy csak hogy mindenki máshogy gondolja azért, ezt a dalt az Amcsiknak én adni hadi célokra, ölni lehetne vele, olyan borzalom. De hogy is. Hallgass meg még egyszer. Valaki azt írja, de jó, ez te. Valaki csak ennyit ír. Vágjunk egy disznó. Ez az, köszi. Ihaj, csuhaj, ripityom. Basszus, srácok, ez a Hunada, egyre jobb, királyok vagytok. Így van. Valaki csak annyit írt, ez a dalocska jó, sok kérdőjele, ugye? Hogy azért megosztanak a véleményeket. Jó, ez persze. De egyébként ez általában úgy szokott lenni, hogyha valami valakinek, vagy valakiknek nagyon tetszik, akkor az önmagában már kitermeli azokat, akiknek nem fog tetszeni a dal. És ugyanannyian vannak legalább. Nem, most ebben az esetben azért többen vannak, akiknek tetszik. Még. Most még. Na, látjátok? Na, erről beszélek. Erről. Srácok, zseniális lett a zenétek, versenyszerűen tájboxolok. Lehet ez a bevonuló zeném? Adjuk oda! Ne, légy színe valami tökösebbet. Ne, tök jó. Jön be. Nem, nagyon jó. Emelgeti a térdét közben, tudod, jön be tájboxolok. Legyen a tiéd. Legyen a tiéd. Ami nem vagyunk dalirigyek, használjátok. Használjátok nyugodtan. Igen. Össze lehet vele zavarni az ellenfelet. Az biztos. Arra mindenképpen. Megérkezik valahol Chiang Mai tartományból, igen, Tájföldről, meghallja ezt a mulatos dalt, és azt mondja, hogy Jézus, atya úr is, nem ez normális. Így van. Ilyet, mulatos dal, egy tájboxos. Buakaf, porparamuk, így tudod, és már, amíg ő csodálkozik, te már egy combrugással bontogatod. Már a térded az arcába. Igen, bontogatod a technikáját, igen. Na, azt mondja, hogy nézzük még gyorsan egy-két közlekedési hírt. M1 radar kontroll Bécs felé 109-es kilométernél, a Kerepesi út Hungária kereszteződésében még mindig nagyon nagy a káosz, mert hogy nem működnek a jelzőlámpák, állítólag még mindig nincs rendőr. Csomád üdülőtelepnél a kanyarban őzet ütöttek, félpálya lezárva, annak küldte nekünk. Győrújfalun trafi, valamint Miskolcon dúlba kerültem a szomszédasszonyommal. Na, oké. Egészségedre, ha jó. Hajrá. Igen. Győri irányában az M1-es autópályán a 36-37-es kilométer kavics között egy őzike legelészik. Mindenki vigyázzon. Hogy? Néha még van hely, ahol be tudsz ökni? Hát, ha csak átmászik a kerítés. Ez nagyon ügyes. Nem mindenhol van kerítés. Mi ez? M1-es. Néhány helyen még nincs kerítés. Már nincs. Olyan jók ezek a vadátjárók, nem? Igen, használják. Én annyira szeretem, tudják, én ezen mindig gondolkozom, bármilyen nem tudják, megyek. És ezért használják. Pont ez a lényeg az egész. Körbe van sövényezve. Igen. Aha. Pont ez jó, nagyon okos dolog. A Vikivel a múltkor, mikor magyaráztam neki, hogy nézd meg. Sétáltatok ezen a
Mikor mentek át kocsival rajta. Mikor tolattak át. Igen, mikor átmentünk a jippel rajta, hogy te Balázs, ez nem vadátjáró, de ne törődj vele, levettem a rendszámot. Amikor a gajtörővel terelgettétek az őzikéket. Mentünk az autópályán, és arról beszéltünk, hogy az őz vajon tudja, hogy van x darab átjáró, ami gyalogos vagy az autósoknak való, és van a 21. ami viszont neki épült, és ő azon átmegy, körbenéz középen, jó. Alatta megy a forgalom, vagy a büdös életben nem ment azon még át ősőhe, mert soha, mert nem tudják, hogy az az övék. Csak megépítették az emberek, mert ugye kötelezőszerűen kell bizonyos számú ilyet építeni az autópályán. Főleg, ha nem tudom, ha legelőn vagy etető részen megy keresztül. Ott átment valaha egy állat is, szerintetek? 100%. Félnek az autótól, a hangozajoktól. Létezik, hogy átsétál az autópályán, kicsit sétál. Lenéz, azt mondja, eljelj, te Fábiás, nagyon gyorsan mész majd tovább. De jó, hogy nem ott vagyok lent. De jó, hogy nem ott vagyok lent. Előttem van, tényleg így. De nem, szerintem ez nem életszerű. De használják ezt a vadak? Szerintem használják. Igen? De hát normál esetben ugye ez ki van takarva, tehát ő, hogyha lenéz a Fábiásra, vagy szeretne látni Logent, nem biztos, hogy látni fogja, mert hogy ki van takarva két oldalt. Uh-huh. Tehát, hogy ők azért átmenek, ők az zajokat meg a hangot hallják, de hát megszokták, és azon átmenek. Szerintem megszokták. Uh-huh. Hát hányszor lehet látni azt például, hogy tudom, hogy mész az M5-ösön, és az M5-ös mellett azt látod, hogy tehát az erdősávban ott legelésznek, vagy ilyesmi, ők azért már hozzá vannak szokva a hangokhoz, egy picit szocializáltak. Nem szoktatok ilyen gondolkozni, hogy mentek az autópályán, és ezen filóztok? Ja, de ez most hogy ugrott be? Mostanában annyit őzöl adásban. Erről jut eszembe az őzek szerint. Például nektek olyan volt kiskorotokban, hogy nagyon féltetek a szobátokban. Igen. És nem volt szobám. Ja, akkor nagyon féltél a más szobájában. A közös szobában. A konyhában, a kredenc mellett, ahol aludtál. Nagyon féltem együtt, mondjuk a négyen aludtunk egyet. És az volt a játék, hogy bebújsz a paplan alá, és azt gondoltad, hogy ha bent vagy a paplan alatt, akkor a rossz emberek, és a rossz bácsik, a gonosz nem lát, és már izzadtál. Izzadtál, és nem mertél kijönni. Igen. Nagyon meleged volt, nagyon féltél, de azt gondoltad, hogy ha rajtad van a paplan, akkor biztos nem lát. Mennyire reális, az megvéd. Folyt rólad a víz, annyira meleged volt, de nem merted kidugni az ujjacskádat, mert azt hitted, akkor meglát, néha kicsi levegőt beengedtél, annak örültél, majd visszabújtál a paplan alá, de annyira féltél, hogy nem mertél kijönni, és már nagyon izzadtál, és azt gondoltad, megvéd a paplan, ott kell bent lenni. Soha nem volt nektek ilyen? Nekem nem volt paplan. Se jó, persze, se ágyat, se paplanot, hagyjad már. Hagyjuk már ezt a puszta fölül. Szociodrámát, tényleg. Miért nyomod ezt a szociodrámát? Anyám nagy kabátja volt, nem volt ilyen soha. Feküdtetek a paplan alatt, és azt gondoltátok, hogy úristen, ha kijövök, meglát a szörny, a rossz ember, és elvisz. Ezért inkább egy éjszakát lapultatok izzadva a paplan alatt? Nem csináltatok ilyet? Soha? Nem, nekünk nyugodt gyerekkorunk volt, aludtunk. A szörny elvisz. Igen, elvisz a szörny, és ezért én mindig bemásztam a paplan alá, és azt gondoltam, hogy a paplan alatt biztonságos. A paplan megvéd. Nem mászhatok ki a paplan alól. Ha kimászom, meglát. Csak rettenetesen melegen volt. Soha? De. Nem? Én az ágyműtartóba bújtam el rendszeresen. Ugye? De mi apád elő van, ne verje meg az öreg. De hát. Ugye, hogy de tényleg. És azt gondoltad, hogy ha oda bebújsz, ott nem lát meg a valami. Gyerekek tökre szeretnek így elbújni. De nem tudtad, hogy mi elől, csak minden elől, ami bánthat. De nem volt egy konkrét ember, tehát nem járt be hozzád, nem tudom, a szomszéd vagy valaki. Volt csak egy Sanyi nevű osztálytársam, attól én rendszeresen elbújtam. Igen? Tehát én féltem tőle. Mi ott aludt nálatok? Kényetlen gyerek volt. Éjszaka féltél? Tehát, hogy féltél, hogy a Sanyi bejön? Hirtelen egy kiegyenesedett, és kitágultak a bukba. Kérdés jó, tehát éjszaka elbújtál. Volt egy Sanyi? Nem, nekem nem volt Sanyim, de hogy ha Sanyi veletek lakott? Én nem, de én féltem tőle. Volt olyan egyszer, hogy szereztem egy ilyen famentes, jelzem, tehát nem fél famentes papír, egy famentes papírt, Sanyi megvert nyílt utcán, és elvette tőlem a papírt. És ezért éjszaka te bemásztál az ágyműtartóba. Igen, nem éjszaka. Nappal. Mert le lehet csukni, tehát igazából teljesen mindegy volt a napszak, abban sötét volt. Hazamentél, és azt mondtad, szia apuci, most elbújok Sanyi elől az ágyműtartóba. Aha. Ha jön, akkor tagad le, hogy itthon vagyok. Menj csak, én kimegyek gyomlálni. Bújj csak be nyugodtan. Én persze, bújj csak el addig. Bújj csak be nyugodtan. Magad. Addig ér ember, akkor a kerti budit. Hát mindenkinek más volt a mumusa. Mindenkinek más volt a mumusa, de mindenkinek volt, és már jött az éjszaka, és azt nézted, hogy a szüleid leoltják-e a lámpát. És addig nyugodt voltál, amíg a szüleidnél égett a lámpa. De amikor a szülők leoltották a lámpát, hirtelen csönd szállta meg az ingatlant, a bérleményt, sötét lett, és elkezdtél félni. És ezért mindenki csinált valamit. Bebújt az ágy alá, bebújt a paplan alá, izzadva,
és azt gondolta, hogy, hogy amíg nem jön elő, nem lehet baja. Nálunk ugye nem volt lámpa, amikor elfújt apám a zsarátnokot. Ja, persze, nyilván, igen. És nyolcan aludtatok 6 négyzetméteren, igen, 6 fogyanak petróleum. Na, figyeljetek, akkor jó, nekem egy volt a Sanyi. A Sanyi, de rajta kívül volt azért egyébként egy szörny, akitől nagyon féltem, de akkor tényleg nézzük, hogy kinek mi volt a mumusa. Nekem a mumus. Legnagyobb mumusom az az Alpha Hold bázisból volt. Alpha Hold bázis című sorozatból. Nem, most tévétek volt, hagyjál már. Nem, ezt a nem. Ez a, hogy hívják, a főbérlőnek az ablakán keresztül néztem be, igen. És ott láttam, hogy tévén egy sertit morzsolgatva, igen, amit hozzád vágott, de te elkaptad, így annyira nem, is voltál. Ha, tehát összemarakodtunk a kutyával. Na jó, hagyjuk. Tehát, hogy, hogy az Alpha Hold bázisban volt egy olyan rész, amikor megjelent ez a szörny, ilyen hihetetlen a csápjai volt, középen világított, és akkor, a hatás alá kerültek a holdbázison dolgozó asztronauták, vagy űrhajósok, ami majdnem ugyanaz, akkor így elindultak a fény felé, akkor ő bekapt őket, és aztán kidobt őket így megsütve ilyen szénné égve. És egyiket a másikot, és mindig, mint egy ilyen, ilyen beszipantott őket, aztán kikötte. És ez megmaradt. És ez megmaradt az Alpha holdbázisban. Igen. Te az állatos pirítós készítőt. Nem volt nekik pirítósok. Ja, honnan lett volna? De hogy én ettől rettegtem, na, és például ő volt egy ilyen szörny, akitől én álmomba is, meg tényleg ilyen hajnalba felriadtam, és stb. És akkor bújtam az ágynemű tartóba, vagy a takaró alá. És mindig jött az éjszaka, és te tudtad, hogy félni fogsz. Előbb-utóbb leoltják a villát. Igen, hogy előbb-utóbb leoltják a lámpát, és hogy leoltották a lámpát, az olyan volt, mintha azok a hangok, amik egyébként is vannak a lakásban, azok hirtelen akkor ott felerősödnének. És minden kicsi parketta roppanás, radiátorban elindul a víz. Hát a döngölt földpadban az nem roppog. Igen. Igen. Jó, de mivel szalmával csak föl volt szorva, az meg ugye zörgött. Igen, akkor mondom nektek. Most zsizsegni kezdett. Kakas kukorékolás, szamárbőgés, tehén muhogás, nem tudom mit sem. Ne csináld meg! Tehát minden hirtelen felerősödött, és ott voltál te. Hát ott volt, de az ágy alól. Ott voltam én kicsi Bali, és ott voltak az erős hangok, erős zajok, és mindenről azt gondoltad, hogy most valaki eljött érted. Szörnyű. A gyermekkor egyébként az szörnyű. Tiszta nem? Trauma. Tiszta, az. Egyébként tele van traumában. Mindettől mindig rettegsz. Elképesztő. Szia Jani, bocs, Sanyi. ennyi év után most már ne kérjél elnézést. Igen. Én régen az Uborka nevű műsort aludtam, mert nagyon... Uborka? Igen, Uborka, ez egy ilyen, azt hiszem, nagyon régi volt, egy ilyen politikai, ilyen szatirikus, ilyen ezer éves műsor, és ilyen arcokat, nem az volt, amikor ilyen arcokat de. Mozgattak ilyen kezekkel? Igen, ilyen maszkok voltak önnek mindenkinek. És Tordján Józseftől kezdve ilyen nagy klasszikusok. Igen. Neked mi volt Feri a pajtában? Magadra húztad a szalmaágyat? Nem, vagy a szalma nálunk a pálinkás kenyér volt az altató, és akkor onnantól kezdete nem féltél. Nem féltél semmitől? Hát tényleg én mindentől féltem. Én tudtam, hogy jön a vihar. Az aszálytól, vagy mi? Nálunk nem volt a száj. Elveri a jég a búzán. Na attól féltem, de akkor az még nem jutott eszembe. Tudtad, hogy jön a vihar? Igen. És feküdtél az ágyadon, én nagyon féltem a vihartól, feküdtél az ágyadon, és azt hallgattad, hogy mikor jön a vihar, vagy megy. És tudtad, hogy előbb-utóbb olyat fog dörögni, hogy összepisiled kakilod magad. De nem tudtál rá felkészülni. Mondjunk már, bocs, de tehát egy ez a részhez nekünk így nem. Tehát én soha nem kakáltam össze magamat, csak azért, mert dörög az ég. Én sem kakiltam, mert csak tudtad, hogy jön a vihar. Érezted, hogy jön a vihar, hallottad, hogy morajlik. Már elkezdtél nagyon félni. Egyre hangosabb volt, igen. De annyira elfáradtál a várakozástól, hogy kicsit belealudtál. És pont amikor belealudtál, akkor ért a fejed fölé, és akkor szólt akkorát, hogy és konkrétan majdnem sírra fakadtál, és akkor értél meg a legjobban. Fél óráig vártad, hogy felkészülj a dörgése, elfáradsz, elalszol, és akkor dörög. Nem volt ilyen nektek? Hát nekem én volt szimpel, csak majd befostam, de hogy nem volt ez a fajta fokozatos, nem meg, hogy fokozat? Majdnem, és akkor már, igen, akkor picit beleszenderedtél, és akkor! Tehát ez minden viharnál ez megtörtént. Várod, nagyon izgulsz. Nagyon fura forgatókönyveket éltél. Te elfáradsz, belealszol, jön a dörgés. Nekem egy trauma volt a gyereketeg vagy. De és most őszintén tényleg felint kellett, hogy legyen valami, amit nem volt. Befurtuk magunkat a szénak, az abban jött a vihar. De komolyan nem volt ilyen, hogy ott feküdtél a csacsi lábai között. Meglavasodik a szalonna, attól rugott egyet, megrugott, felüvöltöttél, és
beverted a fejed egy nagyon teflomba. Féltél, hogy mégis csődör. Azt mondták, nyugodj meg Ferik a kanca mellé, kanca mellé tesszük, igen, igen. Nem sárlik, nem bán, nem csinál semmit. Csak valamitől féltél. Soha? Nincsen. Semmitől nem féltél. Kiderül, hogy a TS-ben a nyapád lopja a gázolajat, vagy azt valami. Más, és... de azt mindenki lopta. De mondjuk ez is igaz, igen. Volt egy-két aduász a kezében. Azt írja, de Feri attól félt, hogy ne legyen elsózva a sonka. Így van. Mondjuk pont ezt, ne legyen avas a szalonna, attól tudták. A gyerek alapeleme a szorongás és a félelem. Hát minden gyereknek megvannak a mumusai, minden gyereknek megvan egy rossz pillanatban elkapott felnőtteknek kitalált sorozatból, filmből való egy három kocka, amit látsz és beleivódik az agyadba. Nem volt tévénk. Akkor egy régi fotó, régi családi fotó, egy elsárult régi családi fotó, hogy igen, ahogy mit tudom, furán néz valaki a hátulról be, akkor a többiek vállal fölött. Rányítottál a kaptárban Józsi bácsira. A kaptárban? A kaptárnak lehetett, ha még ajtó is volt rajta. Nagyon megy. A méz biznisz az. Most megy! Most megy, itt van valami! És akkor egy 5 méteres méz. Ott van a kaptárban Józsi bácsi. Jó, akkor mi volt? Jó, akkor rányítottál a jászolban a Józsi bácsira, akkor az aratás. Hogy sok sikert Józsi bácsira, becsuktad az ajtót. Józsi bácsi, ha a kaptárban már néztem. Kicsit összecsíptek a darazsák Józsi bátyám, a kaptárba kerestem, hát most csak hogy jöttem le az istálóba. Persze, jászol? Nem játszok én, vagy telik belúg, pedig én játszalik. És láttad, hogy az aratás szünetében bocsánatot kér, mint a Kati nénitől, és ez megmarad benned, ez a látvány, hogy rakott szoknyáját a fejére húzva, Józsi bácsi, egy vizes törölközővel és egy sonkával a nyakával. Katinénitől. De mi nem féltünk ettől, mert ezt tudtuk, hogy ez a természetnek az ő igénye. Azt én mondom, hát akkor sziasztok, Katikám, te már ne jár, most követjál, mit ajnál itt? Ez a kis hülye felé már megy. Köszönöm a kaptárba, és meg elszólnál, és azt mondja, nem tudom sehol. Hát itt van, Kati néni, nem beszéltünk így, de jó. Nem mondta, hogy nem volt ilyen. Nagyon jó. De mondta, hogy nem volt ilyen. Nem tudott beszélni, hogy be volt szorítva. Ja, igen. Én a fogjába be volt dugva a fejem. Nem várnak. Be volt fog a satuba a fejem. Vagy az. Tehát semmi? Én nekem nagyon-nagyon sok ilyen volt, amitől annyira szorongtam mindig, és egyszerűen nem tudtam elaludni. Rettenetes volt ez. Mindig benéztél az ágy alá gyermekkorodban. Nem volt ez nálatok ilyen rituális? Nem volt lába az ágyra. Nem, a döngölpadló alá nem tudtam már bemérni. Igen, aláskam. A földpadló hideg volt és döngölt, az alá már nem lehet benézni. Tehát nálam rituálé volt. Bementem a szobába, lefeküdtem, leoltottam a lámpát, feloltottam, benéztem az ágy alá. Lefeküdtem megint, úgy éreztem, hogy valami szív az ágyból. Megint benéztem, hogy alulról szív az ágyból. Úgy éreztem, hogy valami alulról szív. És akkor megnéztem, hogy mi szív alulról. Ez nem a te ágya. És ott volt apám, és azt mondta, anyád előbújta, mert ez nem a te szobád, menjél be a szobádba. Puska, volna. Mit csinál itt? Tudhatta volna, túl laposak voltak a mellei. Ez a... nem mond el senki. Szívlak, Balázska, de ezt nem mond el senki. Tudd meg, ez nem a szörny, ez nem a szörny. És mindig attól féltem, hogy valaki elvisz, hogy valaki bejön, pedig azt mondták, hogy elvisz, jó, elvisz, szeretni kell. Hogy elvisz a király. Én féltem, hogy valaki elvisz, apám meg mindig mondta, hogy elvisz a király, igen. Elvisz, hova? Elvisz Áron. Hát gondold, de apám a kezére tett a váltat, vagy a karjára, hogy elvisz. Én meg persze gondolod, hogy bebásztam a paplan alá, hogy ne vigyene. Igen, lettektem a bal kezétől, rá volt írva, hogy elvisz a bal kezed, de vajon hova? A puskát, ne vigyene. Nézd meg, fiam, mit tettem a karomra. Elvisz. Hova visz, apuskám, hova visz? Na, szóval semmi. Hát jó, drága hallgatók, akkor írjátok meg ti. Jó? Mi volt? Ki volt a mumus? Mi volt a mumus? Mit csinált? Kivéve Ferit, aki tényleg... Tehát ő nem kizökkentetlen nyugalomban éltem az életem, hát most nem tehetek róla, hogy egy tök normális családom volt, hát, a birkák.
Mert két napot mindig hallott, hogy itt a mumus mamus. Itt a mumus mamus. Feriké, ne mondd el senkinek, most egy kicsit rátelepedek, ha érzel valamit, csak nyíljunk. Hát te megint ittál. Nem imádni, imádom, már alszik a Feriké. Nem kap minket rajta, mint a múltkor a kaptárba. Kaptárba. Ez is trauma. Hát ez is egyfajta trauma. Komolyan mondom. Mindenkinek van ilyen. Mostanában nem néztek be az ágy alá? Felnőtt korban ez már nincs. Nekem sincs. Ja. Ákos, neked volt ilyen gyerekkori traumád? Bármi? Volt, igen, ez az ágy alól valaki elkapja a lábam, ezért be kellett ugrani. És messziről beugrottál? Gyakorlatilag messziről beugrottam. Hogy ne nyúljon ki a kéz? Igen. Szerintem nekem ilyen is volt, erre is emlékszem. Általában akkor, hogyha sötét volt értelemszerűen, tehát ez az nyilván kellett hozzá, de ez az egy volt, meg néha benéztem a szekrénybe, teljesen érthetetlen okóból. És láttad apádat, hogy egy nyakkendő. Egy kicsit. Apa, jaj, mit csinálsz? Segítek, apád felakad egy nyakkendővel. Bal kezébe egy zsebkendővel, a jobb kezébe pedig egy Ákos, csubbaszaró a szekrény ajtót, mert elveszem a matchboxaidat. Na, drága hallgató. Neked mi volt apádnak a karrier, te tovább? Volt valami? Semmi. Volt ilyen? Elvisz. Nem, neki az volt, hogy Kati és a kerekperc. Drága hallgatók, írjátok meg, jó? Mitől féltetek? Ki volt a mumus? Mi volt a mumus? Mivel ijeszgettek benneteket? Mi volt az, amire most fellőtt fejjel, és úgy emlékszik az ember tényleg, mintha tegnap történt volna? Hogy próbáltatok leküzdeni? Mi volt a csel? Mi volt a rituálé, amikor elmentetek aludni? Mit kellett megcsinálni, hogy ne jöjjön az a bizonyos mumus? A szörny, hova kellett benézni? Hogy védekeztetek ellene? Akár úgy, hogy bebújtatok a paplan alá, vagy benéztetek az ágy alá? Kivéve Ferit, gyerekek, 5 millió 499 000 gyereknek volt ilyen. Megírjátok meg, hogy mi volt tetovább az apátoknak a karjára. Az ennyire az volt, hogy jó szerencsét, azt hittem azért, mert rendszeresen lottozik, de aztán kiderült, hogy bányában dolgozott fiatal korán. Tényleg. Gondoltad, milyen nagy szerencsejáték zsonglőr az öreg. 7:30 pontosan várjuk az SMS-eket, jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan. 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, mielőtt az SMS-ekkel folytatnánk gyorsan. Egy pici közlekedés, az M1-esen Hegyeshalom felé teherautó az árokban a 121-es kilométernél. Andor utca, Pajkos utca, Eger út vége, rendőrautóból trafi az M1 felüljövőket mérik, Barack küldte nekünk, valamint a 108-as kilométernél Győr felé szintén trafi az M1-esen. 26-os főút Miskolc felé Sajók keresztúr előtt nagy baleset, hosszú már a sor, vigyázzon mindenki, valamint a Kerepesi út Hungária kereszteződésében állok, és már működik a lámpa. Tehát megoldották, köszönjük szépen. Debrecen Hajdúszoboszló között trafi rendőrautóból mérnek, Zoli, Bratyó és Kozmix üzente nekünk, és Kisvárdánál a 4-esen van egy trafi, a 316-os kilométernél Skoda 445 küldte nekünk. Mi pedig arról beszélgettünk, én már nem is tudom egyébként, hogy jutottunk oda, hogy mitől félt az ember gyermekkorában, kivéve Ferit. Tehát mi olyan félelem volt, amire érdekes módon az ember úgy emlékszik, mint a tegnap lett volna, amikor ugye egyedül maradtál a sötét szobában, és jöttek a saját démonaid, a félelmeid, vagy láttál valami olyat, amit nem kellett volna, vagy megijesztettek valamivel idősebb társaid, vagy esetleg a szüleid, vagy csak egyszerűen kinéztél valamit magadnak a szobából, a szobában, és azt gondoltad, hogy ő a mumus, ő fog téged elvinni. Hát számos hallgató küzdött azért hasonló élményekkel és dolgokkal, mert hogy hát a legtöbb gyerek azért ezen átmegy. Ugye? Kivéve, hát ugye. Hát jó, hát kivéve aki nyugat. Egy dolog aki volt alszik. Egyébként most, hogy így elkezdted ezt ütni, a pottyantós budi. Hátul. Az egyébként? Hát ott, hogy rákucorodsz, érted? Bármi van, bármilyen évszak. És de hát ebbe születtél, úgyhogy hát hozzászoktál. Nem budiba szült nem, anyám. Nem. Ott kórházban. Úgy értem, hogy ebbe bármi. Nem erre gondolok, hogy ebbe születtél, hanem hogy beleszülettél a kész helyzetbe. Abba tehát be, mire... De azt akkor se tudtad feldolgozni, hogy alattad az így. Tudod, ám. Persze, ínye pislog, oda néz ez a csulak. Kiszaladt. Pottyantos budi, tudom. Igen, hát, azt, na, ott ülsz a nagy űr fölött, és nem úgy van, mint most a fajansz. Na, az ott ijeszte. Én is. Ott az kemény volt.
Azt tudja ezt tőlenni, amikor nem tud, mi van alul, és mit támad, igen. Na nézzük az SMS-eket, mit érnek a hallgatóink. Hello, srácok, rám a 80-as évek szupersvéd szorozata, az örvény hozta a frászt a síró babákkal, a fehér ruhás kertben hajnalban integető nővel. Ettől nagyon féltem. Barna sötétítő függöny, írja egy másik hallgató. Minden este azt flasheltem, hogy áll mögötte valaki. Csak úgy melekülhettem meg, ha egy centim se lógott ki a takaró alól. Izzasztó volt. Hát pont erről beszéltünk. Uh-huh. Erről beszéltünk, amikor annyira félsz, hogy nem mersz kijönni a takaró alól. És azt hiszed, a papla megvéd. De közben rettenetesen meleged van. De még mindig jobb, mint kijönni. Én a gyermekek... A gyermekemnek, ha nem viselkedte jól, azt mondtam, hogy kiveszem belőle az elemet, 3 évesen elemtöltőt kért karácsonyra. Kiskoromban a fürdőben lévő egyik díszcsempétől féltem. Sosem néztem rá, mert úgy nézett ki, mint egy sátán. Később lebontottuk azt a fürdőt, és pár éve megláttam azt a csempét, akkor jöttem rá, hogy csak ibolyák vannak rajta. Mennyire jellemző a gyerekekre, nem? Balatonán nyaraltunk, éjszaka, szüleink már aludtak, én a hugommal a Frankensteint néztem a szállás melletti kocsmában, 6 és 8 évesek voltunk. Azóta sem néztem meg egy Frankenstein filmet sem, pedig szeretem a horrorfilmeket. 24 órás futár Pisti küldte nekünk. Az ágyam fölött két hatalmas üvegpolc volt a játékaimmal, mindig attól rettegtem, hogy rám szakad, az ágyammal szemben pedig egy lila plüsmaci bámult piros szemekkel. Visszatérő álmom volt, hogy szárnyai nőnek és egy késsel lemészárolja a falut. Erre ébredtem fel, és ott nézett a maci velem szembe. 8 éves lehettem, így alatt. Na, én tipikusan erre gondolok, amikor démonizálsz valamit, és azt gondolod, hogy belőle előbb-utóbb előbújik. De látod, hogy ő is falun élt, aha, és mégis félt valamitől. De neki volt plüsmacia, tudod? Igen. De te nem féltél mondjuk a csuhé babától, vagy valami? Igen, a babzsáktól. De nem, mert az megfogható volt, azt tudtuk, igen, hogy az miből van ér, de a plüsmaci az földolgozhatatlan. Nem igaz, hogy egyszer sem riadtál föl, hogy elfogy a befőtt, vagy valami. Tehát, hogy nincs ilyen. Az én anyám gondos volt. Hogy annyit ettél álmodba, hogy már csak egy fél kolbász lóg a nyakadba, hogy nem, mert ugye mindig egybe tették, hogy tudjál nyugodtan aludni. Fél kolbász nem marad meg. Egyszer 2 órát izzadtam a takaró alatt gyerekként, mikor fura hangok jöttek a másik szobából. 2 óra kellett, amíg rájöttem, hogy csak anyu horkol. Én ezeket abszolút átérzem. Bubának hívtam, és a negró zacskón a kémény söpörte. Na, ez mondjuk. Nagyon féltem tőle. Nagyapám ijeszgetett vele, ha rossz leszek, akkor szól neki, és elvisz. A mai napig utálom a negrót, Istenka. Teljesen. Megvan, hogy ez a klasszikus figura, egy kémény seprő, de hát biztos nem volt olyan, hogy közébe felsikoltat, amikor meglátta a frutti zacskó mellett. Igen, nagyon jó. 5. megnéztem a bolygó neve halált, az egyik barátnőmnek, hát 2 hétig nem aludtam. Azt néztem, hogy megmozdulnak-e az árnyékok. Hát gyerekként a bolygó neve halált, attól véged van. Ha gyerekként láttad, akkor véged van, igen. Hónapokig volt az első, miatt rémálom, vagy rémálmaim. A mai napig attól félek, hogyha a sötétben kinézek az ablakon, szembenéz velem valaki. Andi küldte nekünk. Én is féltem kiskoromban, az ajtóval szembe kellett feküdnöm, hogy mindig rálássak. Még ma is megijedek a saját sötét színű törölközömtől a fürdőszobában, ha csak a szemem sarkából látom. Elég rossz. Gyuri küldte nekünk. Hány éves, hogy mennyi, vagy Gyuri? Mennyi félelem? Nekem juhász előtt volt a mumus. Féltem egyszer rám néz, de nem tudott. Szemét! De rohadt esemét. Igen. Én az alacsonyan repülő helikopterektől és repülőktől féltem nagyon. Láttam a Rambót, és valószínűleg amiatt éjjel meg az Alien volt a mumbus. Tudtam, és éreztem, hogy az ágyam alatt van. Tom küldte nekünk. A Twin Peaks zenétől borzongok a mai napig, ha meghallom. Hát attól szerintem generációt nem tudnak aludni. Annyira beteg volt. Igen. Ti láttátok a Hegy gyomrában című sorozatot? Gyermekkoromban attól féltem, hogy eljönnek értem a földön kívüliek azzal a halottas kocsival. Gábor üzente neki. Azt mondja, Jani, én is pont ettől a sütő, mi ez, szörntől féltem, de már nem emlékeztem, miben láttam. 77-es vagyok, az. Köszi. Sütőszörny, ez mi? Az, amit én is. Igen, az alfa holdbázis van. Igen. Az zöld szemű szörnyekinek fluoreszkált a szemeit. Igen, gyerekközben is mindenféle ajtjára csápjai voltak, berántott, és aztán megsütve köpött ki. Igen. Az ágyam a szobaajtó mögött volt, ahol a csillár dupla kapcsolója volt a falon, és a régi építésű magas belmagasságú lakásokban a régi villanykapcsolók a sötétben kicsit fluoreszkáltak. Ő azt hitte, hogy az alfa holdbázisból jött el, érte az ember. Ma is átélem azt az érzést, ha rágondolok. Pedig nem 10 éves, hanem 50 éves vagyok. Ugye, hogy ez mennyire megragad? Elképesztő. Gyermekkoromban apám UFO-s könyvét nézegettem, utána annyira féltem a sötétben, hogy mindig villanykapcsolótól villanykapcsolóig sprinteltem, hogy mindenhol legyen fény. Az megvan, tényleg. Az megvan. Gyerekként, na hát, feloltod a lámpát a szobába. Teljesen kiesett, de tényleg így volt. Tudod, hogy el akarsz ütni a fürdőszobába? Le kell oltanod a lámpát viszont a szobába, leoltod, és a sötétben oda vizionálod a következő villanykapcsolót, és rohansz a sötétben.
és gyorsan felkapcsolod. Így mész szobáról szobára. Aj, de jó volt. Ah. X-akták zenéje félelmetes volt, régen még ma is magamra húzom, ilyetemben a férjem, írja valaki. Reggel ment a Kölyök Klub, vagy előtte, sülekszerű élőlények voltak, pulikutyaszerű kinézettel. És Jónás Ritától retteg. Valami sorozat volt, a nevére már nem emlékszem, azóta is rémálmaim vannak, derítsétek ki kérlek, a címét Zoli 31 küldte nekünk. Nem a gyermekkoromban, mai napig a takarólábújok, sőt a kislábújam nem lógatom le az ágyról, nehogy valaki elkapja, 26 Jézus. Éves leszek. Hát, szakembert azért itt keresnék, 26 évesen. Feri, a gyermeki lélek bonyolult. A gyermeki lélek... De ez gyermeki, 26 éves, és nem mer lelépni az ágyáról, mert fél, hogy a szörny berántja az ágy évesen, alá. 26 évesen az már lehet, hogy, hát picit, az már lehet, hogy picit erős, igen. Igen. Én mindig attól féltem, hogy ha kinézek az ablakon, egy kócos, ijesztő yeti néz vissza. Andor küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, hát igen. Sokakat megérintett azért. Sokakat tényleg megérintett ez a téma. Ember. Tényleg rengeteg ember van, akinek ilyen problémája van. Csak nálunk vidéken volt ilyen nyugodt az élet? Nem, mert te is emlékszel, hogy egyszer leesett a lánc a biciklitről, és akkor mennyire kikészítik. Igen, teljesen, hogy mi lesz velem éjszaka, nem tudok aludni. Igen. Na jó, már köszönjük az SMS-eket. Helyesek voltak. Játszunk! A kérdés már is az, hogy mit mondóra. Visszafelé beszélünk. Lész, hevére, faszír. Hozzájállat, héle, faszír, gondolom. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjél a mime. Aki válaszol... Sziasztok, Étám vagyok. Étám Máté. Hello, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Honnan hívtál bennünket? Gyárról. Gyárról? Neked volt valamilyen gyermekkori félelmed? Bármi, amire emlékszel felnőttként? Húha. Valamit vaj be, mert ezzel fog cseszegetni egész játék alatt, mert szerinte ilyen nincs. Biztos volt, de most így igazából nem jut eszembe, mert magam megszólalás sem szoktam, így mindig utólag hallgatom meg, aztán így a témáról nem gondolkodtam még el. Utólag hallgatsz bennünket? Aha, mindig munkáján, mindig YouTube-ról visszahallgatom minden nap. Tehát akkor most sem hallgattad, csak betelefonáltál, hogy játszanál? Így van. De hogy tudsz telefonálni, ha közben nem tudsz hallgatni? Előtte. Mindig ilyenkor van szüneted? Nem, most délutánra megyek, mert három műszakban dolgozom. Aztán most reggel felkeltem. Szóval így. De nem hallgattál bennünket, csak betelefonáltál játékra? Így van. Milyen érdekes, mióta vagy fönn? Most keltem egy órája. És akkor nem kapcsolod be a rádióbisort, amiben egyébként játszanál? Nem kapcsoltam be, mindig visszahallgatom, csak most nem élőben szoktam hallgatni soha. Tehát élőben nem szeretsz bennünket hallgatni? Igazából annyira nem. Ja. Mert így jobb egyben meghallgatni mindent, reklám meg. Tehát van egy kedvenc rádió műsorod, de nem jó élőben hallgatni? Ez érdekes. Jó élőben érdekes, csak tehát ugye munkáján, mivel nem tudok, nem egy helyben vagyok folyamatosan, meg nem tudok folyamatosan zenét, vagy hallgatni a rádió műsort. Így tök jó úgy, hogy mondjuk meg tudom állítani. Ennek mi lehet a lélektana? Biztos szeretsz nosztalgiázni, nem? És ezért inkább olyan dolgokat hallgatsz vissza, amik már elmúltak, már a múltban mondnak. Például egy rádióbusor délben. Így van. Hát például, amikor végighallgatom az aznapit, akkor van, hogy így visszanek ilyen 2013-as, 2012-es adásokat, így visszahallgatok tíz napon. Tényleg? Megszállod, hogy ez nekünk tetszik, ezt mi szeretjük. Tehát meghallgatod a napi adagot, plusz visszahallgatsz még régebbi adásokat. Ja, néha, ja. És olyasmi nem szoktál gondolkodni, hogy esetleg egy parkolóházban levered a fénycsöveket, ott megvársz minket, elfogsz, elviszel minket egy késő helyre, egy gyárépületbe, aztán pedig intravénásan táplálsz minket. És egy gödör alján... Rengetegszer megfordul ilyen a fejemben egyébként. Egy gödör alján babázunk? Mesztelenül? Ennyire nem nyomom durva, meg nem vagyok ilyen óriási fanatikus. Egy vödrön keresztül leadsz nekünk ételt, miközben egy kicsi kutyát simogatsz? Nem. Jó. Nagy kutyája van. És leküldesz egy kis borotvábot, meg borotvát, hogy minden szőrt távolítsunk el a testünkről? Nem, egyébként szakmai szempontból is tudok titeket hallgatni, mert mondjuk nem akarok reklámozni, de YouTube-on hasonló dolgokat csinálok, mint te is, és akkor így. Van egy reggeli rádió műsor a YouTube-on? Nem, csak ott is szoktam betenni, meg ilyesmi van egy YouTube-on. Ez érdekes. És amikor
nem hallgattál bennünket, akkor honnan tudtad, hogy most kell jelentkezni? Tehát most, lesz a, most van a játékidő. Mert hallgatlak titeket, és bemondjátok, hogy mikor van a játék. Vágom, jó, ezt kibontottuk. Aha, nem? És láttál már megyfán pókot? Voltál-e már török börtönbe? Na figyelj, de mondom, hogy mi van. Miből élünk? Okay. Azt mondja, hogy országváros, híres ember, szólásmondás, tárgy. Legyen országváros. Országváros. Jó, ja. Ez most inkább város. Jó, mehetünk? Uh-huh. Indítjuk az órát, figyelj, fél perced van. Rávdelefanud. Fuha. Még egyszer? Rávdelefanud. Fanúrusz a vége? Nem, fanud a vége, figyelj. Ha szólsz, mutatjuk harmadszor, csak akkor valamit kivettünk. Fú, mehet, mehet, csak alig hallom, de jó. Rávdelefanud. Fanud? Fanud? Dunaföldvár. Jó, de jó van. Egy kis segítséggel, de azért. Így van. Pont lejárt az idő, ügyes vagy. Így van, Dunaföldvár. Ezt mondta Dóra visszafelé. Királyság. Telefonon annyira egy kicsit nehéz meghallgatni, vagy visszahallgatni. Igen, ez egy picit nehezebb játék így. Mi ezért szeretjük. Szakmai vagy hallgatói fülle. Is. Jól van, azt hiszem háromszor mutattuk meg, tehát megvan az ajándékcsomag, de a bögrét ki kell, hogy vegyük, jó? Oké. Kérdeztem, hogy legyen harmadik, és mondtad, hogy igen, még egyszer mutassuk igen, meg. Igen. Rendben van egy? Persze. Oké. Okay. Na, hát köszi, hogy dumáltunk. Én is köszönöm. Ciao. Jók legyetek, csöztek. Szia. Hello. Ciao. Azt nézem, hogy mit nézek. Jó, hallottam. Igen, és annyi kérdést vetett fel ez a mostani beszélgetés, de egy se jut az eszembe. Na, megérkezett hozzánk Galambos Lajos. Hol van, itt van már? Itt van már, megérkezett hozzánk, úgyhogy vele folytatjuk 8 óra után. Ő lesz a vendégünk, és hát van miről kérdezni, elfogadta a meghívásunkat, ő már a múlt héten kerestük, ő azt mondta, hogy most elutazik pár napra, és utána hozzánk jön, először már, ami a rádió műsorokat illeti, úgyhogy hosszú-hosszú egyeztetés után megérkezett, itt van, szerintem lesz miről faggatni, úgyhogy Galambos Lajossal folytatjuk, Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egészen jó időt mondanak mára, nem akarom hosszú ideig húzni, belemenni egy hosszú-hosszú időjárás boncolgatásba, de állítólag jön a tavasz. Meleg rekord, 17 fok. Napsütés már csütörtöktől. Szikrázó napsütés, 17 fok, dermesztő. Egyébként igen. Szóval nem ez lenne a február dolog. Nem, a dermesztő, a 17 az nem dermesztő. Aha, igen, csak ahogy szoktuk mondani, meg lesz a böjtje. De reméljük, hogy nem lesz. 2, minusz 3, most meg 17. Igen. Na, azt mondja, hogy Pécset a Siklósi úti bevezetőn a felüljáró előtt baleset történt, gyakorlatilag áll a forgalom, aki tud kerüljön, hatalmas a dugó. Egér úton okosmérővel várakoznak a rendőrök befelé, a befelé érkezőkre, a Pajkos utca után. Szép napot kíván nekünk Kata. Köszönjük szépen. 26-os főút baleset miatt káosz, aki teheti kerüljön Sajó Ecsek felé, Alfás Peti küldte nekünk. Aztán teherautó szalagkorlát mellett az M7-es 48-as kilométerénél Nagykanizsa felé mindenki vigyázzon. M7-es szintén, igen, ez a 47-es 48-as kilométer között egy műszaki hibás teherautó leparkolt a belső sávban. Ez ugyanaz lehet, igen, amit Dani elküldött, köszönjük szépen. Valamint Szerencsnél a vasúti átjáró előtt 4-es karambol van a 37-es főúton, egy autó az árokban, rendőrök a helyszínen, félpályás útzár, 100-200 méter a látótávolság a köd miatt, mindenki óvatosan vezessen. Ezt is SMS-ben kaptuk. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek nekünk, örülünk neki. Köszönjük szépen. Na, mi pedig folytatjuk, mert hogy vendégünk van itt a stúdióban. Elfogadta a meghívásunkat Galambos Lajos. Jó reggelt kívánunk neked, Lajcsi, hello! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat is természetesen. Na, hát azt úgy konferáltunk téged, hogy van miről beszélni, és lesz miről beszélni. Ugye kicsit több, mint egy hete vagy kint. Hogy vagy most? Milyen a külvilág? Tehát nagyon furcsa, mindent újra fedezek föl, nagyon jól érzem magam a bőrömbe.
És mindennek tudok örülni. Tehát annak is, hogyha sáros lesz a cipőm, annak is, ha nem lesz sáros. Tehát egy egész más szemmel látom a világot, hogy így mondjam. Hát erről beszélünk majd, ugye? Én úgy gondoltam, hogy ezt a beszélgetést osszuk két részre. Beszéljünk az elején magáról az ügyről, és arról az ominózus reggelről, mert hogy nyilván érdekli a hallgatókat. És aztán beszéljünk magáról a bentlétről, hogy mi történt veled, milyen volt, hogy élted meg, milyen körülmények között voltál. Mert hogy nagyon sok minden megjelent veled kapcsolatban, nem tudom, hogy ennek egy részét olvastad, nem olvastad, nyilván a fele igaz, egy részét, valami túlzás. Egy részét olvastam, hallottam, hogy te is foglalkoztál velem egy televíziós műsorban. Hát beszéltünk sokat az ügyedről. Igen, foglalkoztatok velem. Az egy picit bántott, hogy nem az, hogy viccelődtök, hanem az, hogy hiába trombitálok szépen, ennyit soha nem foglalkoztak velem, mint az utóbbi négy hónapban. Szóval arra senki nem kíváncsi, hogy a takarodót, vagy nem tudom, mit tudok, milyen szépen tudok eltrombitálni, vagy elénekelni. Hát ez nem igaz, hogy nem kíváncsi rá senket. Eddig ezért igen, szerettek. Igen, de ennyit. Az igaz. Szóval vannak bizonyos infók, amik eljutottak, és vannak, amik nem. Az ügyről, magáról nem beszélhetek a nyomozás érdekében, de a körülményekről, ahogy elvittek, arról természetesen, mint ahogy ez nagyon komoly érdeklődésre tart számot, és ez egy nagyon furcsa helyzet, mert a rendőrségi törvénnyel is ellentétes az, ami velünk történt. Tehát gyilkost, vagy szervezett bűnöző, ezt a terrorizmussal kapcsolatos bűnözőt szoktak, illetve arra van jogosultsága a rendőrségnek elvinni így. Ez úgy történt, hogy én aludtam, és a feleségem azt mondta, hogy itt van valaki. Mondom, jó, engedd be. De hát mondjuk 3-4-6-kor ez nem szokásos, de mondtam, engedd be, és már próbáltam összeszedni magam. Majd azt láttuk, hogy a kaput nem várták meg, mi kinyitottuk, hanem ilyen fekete ruhás emberek folyamatosan a kapun átugorva jönnek, És ez hogy történik? Ti aludtatok, és egyszer csak valaki jelezte, hogy áll valaki a ház előtt? A kutyák jelezték, hogy ez egy körülbelül 6-8 autóból álló konvoj volt, és kinéztünk a kamerán, mert be van kameráz az egész, és akkor én már láttam, hogy ezek a valakik kik lehetnek, és arra gondoltam, hogy keresnek valamit. Rendőrök voltak, kommandósok voltak, rendőrök voltak, nem kommandósok voltak, készenléti rendőrök voltak, és Fehérvárról jöttek, tehát ez azért fontos, hogy a korrupciónak minden gyanúja és lehetőségét kizárjuk, mert abban a lakóparkban, amiről sokat beszéltek, abban lakott a rendőr főkapitány. Tehát, és a főügyész gyorsan kikapcsolom a telefonomat. Gáspár Győzi annyit küldött, hogy szeretlek, fater. Szóval mindenképpen be akart kerülni. Egyébként imádom a Győzit. Hadd mondjam el, hogy amikor elvitték a feleségemet, akkor és utána szabadon engedték, akkor ő volt az egyedüli, és ő volt az első, aki azt mondta, hogy a bejának a X6-osát vigyük el. Tehát jó, ne csapongjunk ennyire, csak egy sorrendet. Megjöttek a rendőrök. Te otthon vagy ilyenkor? A rendőrök otthon nagyon sokan voltak. Mi történt utána? Kérdeztem, hogy mi történik. És engem és a feleségemet külön választottak, nem tudtunk már egymással beszélni, mondtam, hogy szeretnék felöltözni, de már nem hagytak magamra, és felöltöztem. Ez a kiabálós meg bilincselős volt az akció, vagy azért normálisan próbálták ezt kezelni? Vagy azt mondták, hogy azonnal menjetek két külön helyre? Erőfitoktatás volt, nem normálisan, és nem intelligens módon, nem európai módon történt ez. Tehát, de azt gondolom, hogy európai módon, amiket én hallottam, nem szokott ez történni. Uh-huh. Tehát amikor a Nemzetvédelmi Egyetemnek az igazgatóját viszik el ugyanígy bilincsbe, demokráciákban úgy szokott, hogy szevasz kollega, te kérlek szépen sétálj be velünk. Nem volt szükség, tehát nem normális módon történt, és ami a legborzasztóbb volt, kérdezték, hogy ki van még a házban. És mondtuk, hogy mondta a feleségem, hogy a három gyerek. És én ezt csak egy hete tudtam meg, hogy az történt, hogy a fiúk az emeleten alszanak, és az egyik rendőr fölment a bogival,
és mondta, hogy kinyitotta a szemét a kisfilm, azt látta, hogy egy ilyen behemót magas ember ott áll, feketébe, és kinyitotta a szemét, azt mondta, gyerünk fölkelni. Szóval igazi paraszt volt, igazi bunkó paraszt volt, és ezért, ha semmi másért, de ezért fogok emberi jogi bírósághoz fordulni, mert ez nem fordulhat elő. Te akkor tudtad, hogy beviszik a feleségedet, és vagy két nappal, három nappal később szembesültél azzal, tudtam, hogy a bogi is bent van? Láttam a rémült arcát, és annyit mondott, hogy apa, mi lesz? Mit tudtál mondani? Válaszoltam rá, mert engem egy ilyen dobozos autóba beültettek, és nem beszélhettem más semmit. Tehát valahogy elválasztottak, gondolom azért, mert a harmadik világháború kitörése, vagy valami. Nyilván ne tudjatok kommunikálni. Nagyon fontos ügyet megbeszéltünk volna, és mondta, apa, mi lesz? Mondom, semmi, nyugi. Én visszaintettem nyugi, de te engem is visznek. Mondom, biztos nem, ez valami tévedés. Hát tényleg hol vinnének, meg miért? És aztán az történt, hogy láttam a papírokban, hogy őt is büntásnak titulálják. A egyedüli bűne, hogy Boldogasszony pusztán lakik. Tehát semmi más bűne nem volt, hogy ott lakik, és ha gyerekeim egyébként nagykorúak lettek volna, akkor vélhetően ők is bűntársak lettek volna. Azért azt mindenképpen meg kell kérdezem, hogy azért azt nagyon-nagyon nehéz elképzelni, hogy így ebben a formában, ahogy téged, titeket elvittek, valakit elvigyenek nyomós indok nélkül. Tehát pedig el kell képzelni. Oké, csak muszáj megkérdezni, mire alapozzák azt, hogy téged elvittek, így vittek el, és utána bent tartottak 125 napig. Mert ha jól tudom, ugye téged kiengedtek nyilván, de hát az előzetes megszűnés, az nem a nyomozás megszűnése, vádemelés történt? Még nem történt. Nem történt vádemelés. Téged az üggyel kapcsolatban ott bent egyébként kihallgattak? Tudod te, hogy mivel vádolnak? Vagy tudtad, hogy mivel vádolnak? Nem tudom, hogy mivel vádolnak. Vesztegetéssel és energiáknak az illegális felhasználásával. Tehát gáz, víz, villany. És emiatt visznek be egy embert? Emiatt még nem volt példa arra, tehát azt gondolom, hogy a Bárándi Péter, aki igazságügyi miniszter volt, azt szerintem ő védte a bogit, ő is védte a bogit. Nem, ő azt mondta, hogy ő még ilyet nem hallott. Tehát pedig azt gondolom, hogy ha valaki, akkor ő látott ilyen ügyeket. Vesztegetés, a feleségemet bűntársnak nevezték, és ezzel a bűnszövetkezet történetét létrehozhatták. De az, ahogy minket elvittek, ez a rendőrségi törvénnyel és mindenféle emberi, tehát a gyerekek előtt ez a fajta megvan, az a gyerekek nem is értették, hogy mi történik, és a gyerekek elmentek iskolába, annak tudatában, hogy lesz itt valamit keresnek, aztán elmennek, és ők jönnek haza az iskolából, és itthon lesz az apuka, meg az anyuka. És ők csak ennyit mondtak, hogy öltözzenek fel, velünk kell jönniük, vagy mutattak egy parancsot, hogy mondtak valamit konkrét. Utána, amikor szétválasztottak, akkor mutatták, hogy engem, és akkor ebben a barátságos térben, hogy a következő fog most történni. Magát elviszük a székesfehérvári megyei kapitányságra, ahol meghallgatjuk, vagy nem tudom, kihallgatjuk. Tehát azt nem értem, miért nem küldtek idézést. Jó, engem akkor még soha nem küldtek, tehát okay, én még nem volt olyan, de azért azt meg kell kérdezni, akkor mit követtél el? Tehát mivel vádolnak? Mit csináltál? Miről van szó valójában? Mi az ügy? Te azt mondod, nem követtél el semmit, ők azt mondják, elkövettél valamit, 30 millió forintos vezetékes áramlopásról, villanyropásról, vízlopásról beszélnek. Te tudod, hogy miről szól ez a dolog? Mit követtél el? Én ezeket nem követtem el. Tehát én nem tudok mást mondani, én ezeket nem követtem el. Az ügy részleteiben nem tudunk belemenni. Egy valamit szeretnék elmondani. Ahol mi lakunk, Boldogasszony pusztán, ez egy nagyon pici település, 20-30 család lakik ott összesen. Hogy én loptam-e a vizet, vagy nem, arra csak annyit tudok. Például most egyre válaszolok, jó? Egy 100 000 literes hidroglóbuszunk van, ez az én tulajdonom, az én saját tulajdonom, én voltam a vízszolgáltató, és nekünk saját artézi kútunk van. Emellett van egy 120 hektáros saját tavunk, ebben a tóban 1,5 millió köbméter víz van. Az egyik ivóvíz az artézi kútban, tehát én nem is tudtam, hogy rá vagyunk kötve, a ház széléig be van hozva a városi víz, de mi nem használjuk a városi vizet. Saját a vízszolgáltató ezen a településen maga ez a hidroglóbusz volt.
ami az én tulajdon volt, ingyen adtuk annak idején még a ott lakóknak a vizet, és amikor a városi vizet kiépítették, azóta mindenki használja azt, és mi meg változatlanul az artézi vízünket használjuk. Tehát ezek a fajta feltételezések, vagy ezek nem létező dolgok. De te valójában, ha azt mondod, hogy ezt nem követted el, akkor igen, te tudod, hogy mi van a háttérben? Vagy te tudod, hogy miért töltöttél közműlopás miatt 125 napot előzetesben? Én azt gondolom, hogy igen, igen, de nem közműlopás miatt töltöttem 125 napot. Tehát valakinek ártottál, ártottatok, tyúk szemére léptél, olyat mondtál, olyat tettél, tehát te sejted, hogy alapja véve, ha nem emiatt, akkor mi miatt voltál bent? Azt tudod? Én úgy gondolom, igen. Tehát akkor azt mondod, hogy ez egy koncepciós per. Nem, ezt így nem mondom. Én azt mondom, hogy mert nem. Azt mondom, hogy amiről ezek az írások, illetve tulajdonképpen a papírok szólnak, ez nem történhetett volna meg. Tehát még ha elkövette volna bárki, akkor sem. Akkor miért nem állsz elő azzal, hogy mi történt valójában? Azért, mert nyomozati szakban vagyunk, és a perbírósági szakban tudom bizonyítani az igazamat. Tehát én most ebben az esetben nem kíváncsi senki arra. Tehát mi számos indítványt tettünk, amiben bizonyítani akartuk, hogy sem vesztegetés, sem az államlopást nem követtük el, nem tudtuk megtenni, mert most a nyomozati szakban ez nem időszerű. Tehát a rendőrség azt mondja, az ügyészség azt mondja, hogy igenis, kérem szépen, ezzel megalapozottan gyanúsítható valaki, legyen az bármi, akkor azt úgy kell tekinteni. Az elképzelhető, hogy 125 nap után nem is lesz vádemelés? Nem mondhatom azt, hogy igen, és nem azt sem, hogy nem. Nem szeretnék prejudikálni semmit. De igen, elképzelhető. Elképzelhető. Tehát azzal a tudattal voltál bent 125 napig, hogy azt a dolgot, amivel vádolnak, nem követted el, viszont tudod, hogy valaki más ellen valamilyen érdeksérelmet igen, és ezért kell bent lenned. Nem valaki ellen, hanem nagyon sok ember. Sok emberek ellen. Tehát én egy csodabogár vagyok, idézőjelben. Tehát, hogy akkor így mondjam. Ma Magyarországon megtörténhet az, hogy valaki ellen érdeksérelmet követ el, és az megteheti, hogy beviteti és előzetesbe rakja 125 napra? Igen. Egyszer el fogod mondani, hogy... El kell, hogy mondjam. Nem félsz, hogy újra megtörténik, ha elmondod? Nem, leírtam, tehát... Leírtad konkrétan, hogy miről van szó? Persze, de és már előre mondom, ha esetleg házkutatást szeretnének tartani, nincs nálam már ez a feljegyzés, olyan megbízható letétbe helyeztem, ügyvédi letétbe, amihez nem lehet hozzáférni a nemzetközi jogok megsértésével maximum. Tehát, ez egy nagyon szövevényes történet. 485-500 oldalt írtam összesen, amiben az életemnek nagyon fontos villanásait beletettem, zenéléseimet nagy embereknek és nagyon nagy embereknek, ahogy te is, gondolom, ti is találkoztok olyan döntéshozókkal, és nagyon érdekes volt, karácsony napján megkerestek a BV, egyetlen egyszer volt egy meghallgatás, amikor ez ügyről beszéltünk, az körülbelül most 3 hónapja volt, tehát az elmúlt, tehát ott fonnyasszák az embert. Tehát 125 nap alatt egyszer hallgattak egyszer, meg igen. Az ügyel kapcsolatban? Egyszer, igen. Az körülbelül egy 5 perces, én írásban megtettem a valamás, az egy 5-8 perc volt. 5-8 percet igen. Szántak rá 125 nap alatt? Nem, ők sokkal többet szántak, tehát ez körülbelül 1000-1200 oldal, de ilyen nem létező, dolgokat vizsgáltak. Nyilván tudjátok, hogy volt egy műkincset kerestek náluk. Hát a végén már olyan dolgokat hallott az ember, hogy műkincset kerestek, gázolajat kerestek, halottat kerestek. Na, hadd mondjam, hogy mert az hát sem a végén már sem nem vicces. Tudtuk eldönteni, hogy mi az, ami a bulvár ferdítése, mi történik a következő, valójában. Akkor elmondom, egyik reggel. Te ezeket tudtad bent éppen? Bent megtudtam, de úgy, hogy az ügyvéden keresztül sem a gyerekeimmel, sem a feleségemmel telefonon nem tudtam értekezni. A feleségemmel 4 hónapig egyáltalán nem, ez is része volt a show műsornak, és a gyerekek havonta egyszer látogathattak meg ügyvéd és BV-s és masszer kísérletében. Ez egy 2 órás találkozó volt, akkor jól elbeszélgettünk mindig. A 28 ember jelent meg a házunk előtt, ebben rendőrök,
navosok, katasztrófavédők voltak és búvárok, mint a Tanú című filmben béka emberek megjelentek, és egy körülbelül, mint ez az asztal, egy ekkora római kori kőtáblát kerestek, mert valaki azt jelentette be, hogy az elmúlt hónapban én vásároltam egy ilyet. Na most az elmúlt két hónapban már akkor én Székesfehérváron voltam a előzetes letartóztatásomban, tehát én nem tudtam ilyet vásárolni. A feleségem annyit mondott szegény közel az ideg összeroppanáshoz, hogy hát parancsoljanak. Műkincset is kerestek, régi pénzeket. Nem találtak semmit. A legérdekesebb, hogy ez mennyire egy koncepció. Képzelj el egy több mint 1 millió négyzetméteres vízfelületet. Ebbe bemegy egy búvárcsapat, aki körülbelül egy 100 négyzetmétert megvizsgál, majd azt mondják, nincs itt a kőtárban. De annak, hogyha valaki... Tehát ez milyen volt, ez komoly volt ez a vizsgálat? Mi már mindent olvastunk, hát nyilván az ember nem tudja eldönteni, így értem. De nem, hogy ez komoly vizsgálat volt akkor? Nem. De, hát, de azok részéről is, akik kijöttek. Tehát ez csak ezzel azt akartam mondani, hogy akik kijöttek, azok sem gondolták komolyan, csak a tisztesség kedvéért azt mondták, oké, akkor a búvárok bemennek a vízbe. Az, ha valaki lopja az áramot, annak nyoma van. Így van. Egy másik vezeték, egy elvezetett vezeték, egy alvezeték, én nem értek hozzá, de nyilván látható nyoma van. Láttál te bármit, vagy láthattunk mi, vagy kiderült az elmúlt 125-130 nap alatt bármi olyan bizonyíték? Mert én nem hallottam, csak kérdezem, ami azt bizonyította volna, hogy te lopod az áramot, bemutattak neked ilyet? Volt egy fotó, egy kép, egy két ember, aki kijött, független szakértő, és azt mondta, hogy igen, itt van az áram, itt van a vezeték, erre lopták, ez az alvezeték. Ilyet találtak? Gondolom. Úgy gondolom, hogy erre nagyon óvatosan kell válaszolnom, mert ez nagyon fontos része a védekezésünknek. Azt tudom mondani, hogy erre utaló fényképet mutattak, de szoktam viccesen mondani, ahogy egy férfi embernek megvannak az eszközei, akár a nemi erőszakra is, ugye, mert megvannak az eszközei, körülbelül ez egy ilyen szintű, ilyen komolyságú ügy volt. Egy régi 30 éves vezetéken egy sérülést találtak, és ez a sérülés számukra egyértelműen, de elektromos... Tehát egy 30 éves vezetéken egy sérülésre... Volt egy sérülés, mondjuk volt egy sérülés, ami arra utalhatott, hogy ott valamikor valaki, de lehet, hogy egy kerti munkánál egy gép megsértette. Uh-huh. Azért nem mehetek ebbe bele, mert az a... Jó, értem, hát én nekem a feladatom kérdezni. Ez a védekezésnek, ez a mi védekezésünknek, és én tisztázásomnak egy nagyon-nagyon fontos része. Ha ezt most elmondanám, értem. Akkor... Oké, okay, szó volt vesztegetésről is, ugye azt lehetett hallani, hogy a hatóság feltételezi a vesztegetést. Soha nem találkoztam EON ellenőrökkel, soha. Soha nem találkoztam. Az említett két névvel soha életemben nem találkoztam, ők ezt le is nyilatkozták, és ők se találkoztak én velem. Soha. Nem volt vesztegetés? Nem. Nem volt vesztegetés. Mire alapozták? Nem tudom. Arra azt lehetett hallani, hogy lehallgatnak, és a beszélgetésed alapján te megpróbáltál készpénzzel megvesztegetni egy EON ellenőrt. Ez igaz? Nem. Tehát valóban így szólnak a híradán, engem valóban lehallgattak, azt sem értem, hogy miért. Miért kell engem lehallgatni? Tehát mekkora... Mióta hallgattak le, azt tudod? Elmondják ilyenkor, hogy egy éve, a lehallgatási éve. Anyagnak, amit láthattam, az, hogy egy fél éves időszakban hallgattak le, de kiderült egyéb elszólásokból, hogy ez annál jelentősen hosszabb időszak volt. És hát nagyon alapos munkát, tehát iszonyú energiát, csak a műkincskeresésnél 28 embernek a napi pénze, iszonyú pénzeket költ erre az állam, hogy ilyen dolgokat figyeljen. Nyilván, hogyha egy komoly bűncselekményt nyakon tud csípni, akkor ennek az értéke nem forintosítható, mert megtérül, és nagyon fontos. Az én esetemben biztos, hogy ilyenről nincs szó. Hogy miért hallgattak, igazán azt sem tudom. Tehát azt sem tudom. Illetve tudom, mert oda volt írva, hogy mivel rendelték el a lehallgatást, de ezt nem mondhatom most el, ezt az anyagot oda kellett adniuk, és azt, ami erre alkalmas volt,
hogy egy előzetesbe elvigyenek, kvázi, ehhez persze kellett az ügyészség is, ehhez kellett, és biztos, hogy nem csak az ügyészség, hanem a főügyészség és a főügyészség nyomozó osztálya is. Tehát ezt egy valaki, ezt egy rendőr nem tudta eldönteni, ezt a dolgot. Innen folytatjuk. Legyen az bármilyen beosztásban. Innen folytatjuk, Laci, a következő fél órában pedig beszélgetünk arról, hogy milyen volt benn. Nyilván ez is érdekli a hallgatókat, mi volt, amikor beléptél, hogy telt a 125 nap. Sok mindent hallottunk ezzel kapcsolatban, és tisztázzuk majd, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami nem. Úgyhogy mindjárt folytatjuk a beszélgetést Galambos Lajossal, Ákos hírei után. Az nem, az most nem. 8:45 lesz pontosan, 6 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Galambos Lajos a vendégünk továbbra is itt a Morning Show-ban. A magáról az ügyről beszélgettünk, eddig ugye két részre osztottuk a beszélgetést. Próbáltunk minden olyat megkérdezni, ami egy újságolvasóban, földi halandóban felmerül az ügyel kapcsolatban. Hát meg más dolog az érintett szájából hallani ezeket a hát dolgokat, és más olvasom mondjuk a bulvár sajtóban. Interjút nem adhattam, el voltam tiltva a sajtótól. Egy Hajdú Péter műsor miatt, mert ott valamit a feleségem zavarába vagy elszólt, vagy rosszat szólt, és megtiltották a sajtóval minden kapcsolattartásomat. Többször megkeresett egyébként különböző médiumok, de nem tudtam. Tehát nem tudtam helyre tenni a dolgokat. Tehát a védekezésnek, a tisztességes védekezésnek a jogától is ezt is elvették tovább. Mi történt akkor, amikor becsukodott mögötted a cellaajtó, és azt mondták, hogy na, hát akkor bent vagy. Azt gondoltam, hogy ilyen nincs, ami tévedés van. De aztán rájöttem, ott mindenki tévedésből van, mert ott mindenki ezt szokta mondani. De, csak igen, akkor, igen. Csak akkor, mint a bolond, amikor mondják, hogy egy szembe jön a forgalommal, tudod, egy, hát mind. Igen. Hányan vagytok egy cellában, vagy hányan voltatok egy cellában? Hát én azért, én egy kiemelt pozícióban voltam, nem a személyem miatt, hanem az eljárásnak a része volt, azt gondolom. Egyedül voltam, beraktak egy olyan szobába, amit 24 órában kamera megfigyelés alatt volt. Tehát ez se normális, szerintem. Én szokva vagyok a kamerákhoz, de nem ilyen szituációban. Hát más, amikor. Ez az egyik. Aztán utána valamilyen döntés alapján egy másik úgynevezett rezsimbe soroltak, akkor áttettek egy három személyesbe, abból az egyik spicli volt, tehát ezt, ahogy ez szokott lenni, meg ahogy azt le is cserélt. Ez mit jelent, hogy az egyik spicli volt? Ezt én nem értem. Hát azt jelenti, hogy zárka spicli. Van ilyen, hogy zárka spicli. Van ez a tétel. Az meg mesél magáról, hogy mekkora csávó, meg mondja ezt. Aztán azt el is rakták hamar mellőlem. De azt várja, hogy te is mesélj magáról. Persze, meg kérdezősködik. Ezt neked ilyenkor megsúgja valaki, hogy ő az, vagy erre te rájössz bent, hiszen az emberek nem volt büntetett előélete, nem tudja, hogy működik a börtön hierarchia. Nagyon sok mindent láttam, és aztán el is rakták ezt a srácot, utána hárman voltunk, nagyon jó társasággal, hogy így mondjam, korrekt, tiszta, rendes srácokkal. Ide azért voltunk hárman, mert tartottak attól, ha egyedül vagyok, idegileg tönkre megyek. Emberségből is. A börtönben emberek dolgoznak, nagyon kellemes, kedves emberek. Van egy rend, amitől nem lehet eltérni, de hát ott a legnagyobb esemény egész nap az, hogy meghozták a délelőtti vérhigító gyógyszeremet, az aspirint, ami ugye egyáltalán nem komoly, és délután elmegyek zuhanyozni. Hogy néz ki egy nap? Ennyi. Hogy néz ki egy nap benn? Mi történik? Ennyi. Amit most elmondtam. Hánykor? Csak akkor részletezzük. 6 órakor. 6 órakor van egy ébresztő, 6-tól 3-7-ig készülni kell az őrségváltásra. Az azt jelenti, hogy 6-kor fölkeltenek, és azon még 3-4 órát tudsz aludni. 3-7-kor jön egy új generáció, egy új társaság, akik este 7-ig vannak, őrök. Éjjel nem nyitják ki az árka ajtót, ez borzasztó dolog. Volt egy öngyilkosság a folyosón, és 20 percig tartott, még a biztonsági tiszt följött, valaki elvágta azt hiszem konzerves dobozzal a lábán az inát elvágta, és folytott a vér, nem láttam, mert én nem láthatom, csak hallottam, és meg tudod, amikor átéled, hogy itt mellette történik egy baj, és mit csinálnám már, segítenék, engedjenek segíteni, vertem az ajtót, hogy hallják-e, hallották,
de van egy rendje, mert ez például egy szökési trükk is szokott jelenni. Úgy tudom, egy német valaki aznak tudta meg, hogy emberölésért 15 évet vagy 14 évet kapott, és ezt így oldotta meg. Mi történik délelőtt? Fölébresztenek, megtörténik az őrségváltás? Ezt követően gyógyszert hoznak. Ez a nap legizgalmasabb része? Ez az egyik legizgalmasabb része. Az aspirin jelent. Hát nekem egy aspirint hoztak, én miután lefogytam, mint látjátok, tehát sem vérhigit, sem vérnyomás csökkent, semmit nem kellett szedni, tehát haszna is volt ennek a itt töltött időnek, az orvosi értékeim elég jók lettek. És a nap hátralévő részét egyedül töltöd? Egy reggelit még behoznak, és mint egy állatkának beadnak egy ekkora kis kocka ablakon. Ez egy három, ahol hárman voltunk, az egy 3x4 méteres, és az utolsó szakaszba engem átsoroltak egy BV4-es fokozatba, különösen veszélyesnek. Ez azt jelenti, hogy a besorolás szerint csak bilincsbe és lábbilincsbe vihetnek bárhova. Ez alól felmentést kaptam, nem bilincseltek meg a folyosón, de ez egy nagyon fontos úgynevezett 4-es fokozat. Nem azért volt, hogy vigyázzanak rád? Végig vigyáztak rám, soha hogy senki, ne legyen bajod, hogy igen, soha senki nem szólt be, nem találkozhattam senkivel, és ha azok, akik az ételt hozták, és ezen kis ablakon beadták, ha például a folyosón mentem egy úgynevezett kis sétára, ami ennél nem volt nagyobb, ennél a szobánál az úgynevezett kis séta, egy 4x4 méteres, 18 lépés volt, oda kimehettem általában egy órát, tehát 24 órából egy órát tölthettem ezen a kis sétán. A kis séta azért kis séta, oda egyedül mentem, nem a nagy sétára mentem, ahol ott 8-10-15-20 ember volt. Tényleg vigyáztak rám, és vigyáztak arra, hogy senki ne bántson. Soha senki nem bántott, és nem is akart bántani. A gyógyszer után jön a reggeli. A reggeli olyan, amilyen. Elhoztam egy havi étlapot, az egy tanulságos egyszer. Hát jó, de nem a kulináris élvezetek miatt kerül igen, az ember. Igen, tehát, hogy... és ezt követően jön az ebéd, illetve hát a nevelő megkérdezi, úgy nevezik, ott van egy nevelő, reintegrációs tiszt, megkérdezi, hogy van-e valami gond, probléma, kérés, ő az, aki kezeli az ügyedet, szeretnék, nem tudom, levélpapírt vásárolni, vagy megjött az hát mindent elolvasnak, és nekem az ügyvédem küldött be aztán már újságokat. Az utolsó szakaszban két személyes zárkában voltam, ismét, és ismét kamerás, és ebben a fokozott biztonsági megfigyelésben. Délután a legnagyobb esemény, hogy 5 percre én elmehettem zuhanyozni, mindenkinek ez nem járt, nekem egészségügyi megfontolások alapján engedélyezve volt a zuhanyozás, ami ez óriási dolog, mert hetente kétszer van zuhanyozás. Hetente kétszer lehet az előzetesben zuhanyozni? Igen, igen. A nőknek minden nap, és a fiatalkorúaknak, és orvosi ajánlás és utalás esetén másnak is, de egyébként kétszer van. Nyilván ez nem egy lánynevel, de fertőző poloska csípésem volt, emiatt zárkát kellett cserélnünk, ilyenkor összecsomagolni, úgy nevezik a fektetési anyagot, összerakni. Nagyon sok mindent tanultam idebent, nagyon érdekes volt önmagamra találni, de más program nem volt, és aztán jött a vacsora. Hogy tudtad meg, hogy szabadulsz? Egyszer csak bekopogtak, és azt mondták, hogy ugye tudod, vége az előzetesnek? Olyan, mint a kiskutya, ami reggeltől azt várja, hogy a gazdája jöjjön és megsimogassa. Én ezt a dolgot 125 napja vártam, hogy biztos valami tévedés van meg. Tudod, hát azért rengeteg indítványt tettünk, karácsonykor is tettünk, indokoltuk, nem szökünk el, de ez nem talált meghallgató fülekre, hogy így mondjam, része volt azt gondolom ennek a koncepciónak, hogy így fogalmazok, és január 24-én lejárt az előzetes letartóztatásom, de a törvényszék többször felhívta figyelmét az ügyészségnek, hogy addig és nem tovább. És ez nagyon fontos kiszólása volt, mert azt mondta, hogy mert ugye azzal az ügyészség mindig azzal indokolta, hogy további tanúk meghallgatása, tehát tudod, hogy ő mindennel tudna indokolni akár. És beadtunk ezt csomó sérelmet, ügyvédemet
az egyik ügyvédet, aki anyatigrisként képviselt, azt kizárták az ügyből. Egy remek, remek ügyvédet. De... Egy másik ügyvédet választottam, kénytelen voltam, akivel egyébként nagyon meg voltam elégedve, de tudod, amikor valaki ezt az ügyet, mint a kisujját úgy ismeri, és leváltják, mert egy olyan helyzetet teremtenek, hogy kizárják az ügyből. Így fog, tehát kizárták. És egyszer csak aztán bekopogtak, hogy ma nem, nem? Bekopogtak. Kettőkor, hát már megtanultam a rendet a 4 hónap alatt, kettőig van igazgatás, ezt úgy hívják ezt az osztályt, ahonnan mindig ha följön egy hölgy, illetve pénteken egyig. És kettőkor épp az aznapi naplomat írtam, és azt írtam 2:02, hogy ez a nap már tönkrement, pont a kislány iskola, ahogy a Demjének a notájában van, úgy látszik, ma sem kaptam meg, mert ahhoz, hogy én 24-én hazamenjek, ahhoz azt pénteken az igazgatás rendészeti időben közölni kell. Majd 2:15-20 körül kopogtak. És azt láttam, hogy nagyon sokan állnak az ajtóba, és a fejemben az volt, hogy ez a nap már tönkrement, hétfőn majd erről újra beszélünk. Igaz, nekem vasárnap 0 órakor lejár az előzetesem, de gondolom azt a 6 órát itt töltöm, és vagy bejönnek, meghosszabbítják, vagy már tudod, amikor már el vagy roskadva, akkor mindent el tudsz képzelni. És egy a biztonsági tiszt volt ott, elég sokan voltak, és kopogtak, de hogy kopogtak, hát itt nem szokás kopogni, hanem galambos, jöjjön ki. Egyébként van, aki művész úrnak szólított, tehát nem tudok rosszat mondani róluk. És kimentem, és abba a szobába vittek be, hol általában motozni szoktak, engem egyébként összesen 2-szer, tehát motozás a 125 nap alatt körülbelül 500-szor volt, de az a fajta, amikor le kell vetkőzni, és így megnéznek, mert hogy nem eduktál valahova egy mobiltelefont, vagy valamit, az 2-szer fordult elő, az a kiemelt. És ebben a szobában közöltek. És ebben a szobában mondták, hogy menjek be. És arra gondoltam, hogy ez megint egy koncepció, hogy nem tudom, valami van nálam, valamit behoztam, valamit bejuttattak vele, és mondták, hogy tudja, hogy miért vagyunk itt? Mondom, nem. Mondom, de bízom benne, hogy hamarosan megtudom. És halál komolyan, a Pali már vette föl a fehér kesztyűt, tudod, aztán mondták, hogy maga az megy. Tehát a Pali vette föl a fehér kesztyűt? Viccásiból. Voltunk olyan viszonyban. Ja, értem, velük, jó. Ezt tegyük azért hozzá, tehát ne úgy tűnjön, mintha valaki ezt direkt csinálta volna, még az utolsó utáni pillanatban is fehér kesztyűt. Várjál, hogy az utolsó utáni pillanatról azért hadd mondjak el valamit, 14 óráig van szolgálat. Tehát 14 óráig van az ügyészségen is munka, és 14 óra, tehát 13-ig a börtönben. 14 óra 3, illetve 4 perckor megérkezett a fax, ez, hogy faxon csinálják ezt a dolgot, ez is egy picit az elmaradottságot azért jellemzi, de faxon megérkezett ez a úgynevezett parancs, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát nem hagyja helyben a további előzetes letartóztatásomat a bírónő. Tehát szabadon engednek. És be kellett jönni, be kellett rendelni a biztonsági főtisztet, aki már hazament. Tehát tulajdonképpen visszahívta 2 szemét a gazdasági osztályról, meg valaki, és aztán közölték velem, hogy a szabadon engedésem az vasárnap történik 8 órakor. 2 darab kérdésem maradt még időnk. Az egyik, ami szerintem sokakat érdekel, mert mindenki gondol valamit az ügyről. Van, aki azt gondolja, hogy nyilván igazad lehet és ártatlan vagy, van, aki azt gondolja, szerintem, hogy nem vagy ártatlan, és biztos, hogy el kellett, hogy kövessél valamit. Ez a 2 tábor van, ahogy mi tapasztaltuk itt a szervezetben. Akikkel én találkozom, azok azt mondják, hogy ártatlan vagyok. Így most van, hát idefele jövet is, csak azt mondom, hogy... Ki fog-e valaha derülni számunkra, akik nyilván nem ismerik az ügy minden részletét, hogy mi történt valójában? Igen, és szeretném, ha akkor is meghívnátok, amiről most nem beszélhetek, nagyon örülnék, és nagyon szívesen eljövök, meg kell várnunk a vádemelési részt, és ha ezen túl vagyunk, akkor már nagyobb pofával, bátrabban, ennél sokkal bátrabban merek és tudok nyilatkozni. Kérdezem úgy, hogy ha például nem lesz vádemelés esetleg, lesz egy olyan pont, ahol te előállsz a saját verzióddal, és elmondod, hogy ennek az embernek árthattam, vagy gondolta, hogy ártottam, ő volt az, és erről az egészről ő tehet? Igen. Igen, olyannyira, hogy ezt 3 levélben próbálom majd összefoglalni. Az egyik a belügyminiszternek íródik, ez egy nyílt levél, ő is megkapja, és mindenki. A másik a legfőbb ügyésznek megy, ő is megkapja, és mindenki. És a harmadik az meg Brüsszelbe megy.
Ez lett volna az egyik kérdés, a másik, kíváncsi vagyok, várom a folytatást. A másik, ami kicsit nyilván spirituális, és ez abszolút nem arról szól, hogy bárkit is mentesítenék a kérdésre, de mégis a lelki vonzata nagyon-nagyon érdekel. Az nekem nem tisztem, meg nem feladatunk eldönteni, hogy kinek van igaza. Én megkérdezünk mindent, ami bennünket érdekel, aztán majd a bíróság eldönti a nyomozati szakaszból, előbb-utóbb tárgyalási szakasz lesz, és megtudjuk, hogy mi történik valójában. Ami engem érdekel, és ezzel zárnánk a beszélgetést, hogy ez alatt a 125 nap alatt egy olyan ember, akinek mindene megvan, aki jólétben él, aki nem nélkülöz, aki eljutott ide, és egy ország a vállán hordta. Egyszer csak bekerül börtönbe. Mi játszódik le azután, mikor kijön, és most nem arra gondolok, hogy összetörik, hogy nem tudja megemészteni, hogy ellenáll, mert nyilván ezeken a lelki fázisokon átmegy az ember, hanem a tanulságra. Hogy a két végletet éled meg, óriási, és ezt az ember hétköznapi módon nem tudja nyilván megélni. Mi nem számodra tudja a tanulság ebből a 25 napból? Óriási tanulsága van, és amikor visszaolvasom az írás, a saját naplóbejegyzésemet, ott is látom ezt a jellemem, illetve a személyiségemnek a teljes átalakulását, és nem megtörését. Ezt egy picit úgy fogtam föl, mint egy zarándok út, és ez tartott életben, meg természetesen az, hogy feladatom van a három gyerekemből, még azért embert kell faragni, igaz, nagyon-nagyon jó srácok, nagyon jó gyerekek, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. De mire jön rá az ember? Vagy mire döbben rá? Amikor egyszer csak kiszakítják az életéből, négy fal kerék közül az önön gondolataival, senki mással. Így van, a fontossági sorrend, és mi a fontos az életben? Fontos-e... Nem, számomra nem fontos érdektelen emberekkel vacsorázni, vagy fontosabb a gyerekeimmel leülni egy activitizni, vagy bármilyen játékot játszani velük. Rájöttem, hogy az a fontos. Tehát nem az a fontos, hogy nem létező érdekkapcsolatokba, vacsorákra, partikra és olyan helyekre járjak, természetesen a zenélésemben kívül. A zenélésem kívül, mert azért, mint zenész, folytatni kívánom a munkámat, és nagy örömmel számos felkérést kaptam. Nincs dáridós hangulatom, de azért a Böllér Fesztiválon, ugye ez neked való téma, ott leszünk a Millenárisnál, és leszünk Valentin napon is itt-ott-amott, tehát ezzel csak azt akartam mondani, ami ennek a tanulsága, az, hogy teljesen átértékelődtek a fontossági sorrendek. Sokkal fontosabb a feleségemmel egy eltöltött óra, vagy egy eltöltött, vagy érintés, vagy sokkal fontosabb a gyereke, hogy én vigyem a gyerekeimet iskolába. Olyan dolgokat tanultam meg, amik bennem voltak, de ez a négy hónap kihozta belőlem. Lajos, hát kíváncsian várjuk az ügyet, mert hogy ennek még közel sincsen vége, ugye erről beszéltünk a beszélgetés elején. Nagyon köszönöm elején a meghívást, és hogy kértem, hívjatok meg akkor is, amikor erről nagyobb pofával merek beszélni, mert most bizonyára érzitek, hogy egy picit mindig kell mondanom, hogy az ügyről nem, erről nem, tehát azt szeretném, amikor picit lazábban beszélgetek. Jó, hát ahogy beszéltünk a beszélgetés elején, ugye az előzetes megszűnése nem a nyomozás megszűnését jelenti, várjuk a folytatást, nyilván mindenki gondol ezt azt, kíváncsiak vagyunk mi is. Jó, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Figyeljük a folytatást. Köszönjük szépen Galambos Lajosnak. Mi pedig gyorsan megmutatjuk a beugrót a hármasugrásra. Úgyhogy figyeljen mindenki. Ez a beugró a hármasugráshoz. Na, jön. Atyaisten. Hát figyelj. Van benne egy magyar van is. Van benne magyar is, tessék kiparkodni. 3 perc múlva 9 óra jövünk a játékkal és Julival. Ákos, híre jut, nem? Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. 9 óra múlt, pontosan 11 perccel itt vagyunk, folytatódik tovább a Morning Show. Hát ma minden végletet megélünk, voltunk komolyak, voltunk vidámak. Az első egy órában 7-től, ugye aztán pedig ugye 8 óra után vendégünk volt Galambos Lajos. Néhányan egyébként azt hiszem talán az SMS-ekből kiderül, hogy sokan így vagy úgy gondolják, és van kevés számú hallgató, de azért tegyük tisztába, aki azt gondolja, hogy mi bármi meggyőződésből szerecsen mosdatást hajtunk végre, és segíteni akarunk a Lajosnak. Dehogy is, hát ez ma foglalkoztatja a közvéleményt, tematizálja a közvéleményt, Lajos ügyéről beszélt azért az egész ország, baráti társaságok, otthon, családok, szülők. Ha bejön valaki egy ilyen műsor,
műsorba, akkor pedig megkérdezünk tőle bizonyos dolgot, nem azzal a szándékkal hívjuk, mivel hogy most itt ezt vagy azt gondoljuk, vagy sugalljuk az ügyről, egyszerűen vannak kérdéseink, aztán várjuk a folytatást. Tehát kár ezt így gondolni, ahogy egyébként elment ő tévéműsorba, és ahogy elment bulvár újságokba, eljön rádió műsorba is. Sokakat foglalkoztat az ügy. Egyébként engem is, hogy valójában mi lehet mi a háttérben, mi az oka. Igen, meg tudjuk-e valójában, igen, van egy csomó homályos részlet, kinek van igaza, bent lehet-e itt tartani egy embert, igaz-e, hogy nem csinált semmit, ha nem csinált semmit, hogy tudják ennyi ideig bent tartani, ha csinált valamit, miért nem tudjuk meg, hogy mit csinált. Nem pró és kontraítélkezünk, egyszerűen kíváncsiak vagyunk, az emberben számos kérdés felmerül, de jó beszélgetés volt szerintem. Azokat tettük föl, amikről szerintem az emberek beszélnek, azt nyilván nem tehet föl, te meg ő se fogja azt mondani, hogy igen, elloptam, amit tudom én mit. Hát ez nem a mi feladatunk. Hát meg igen, meg vizsgálati szakaszban ez az egész ügy, vagy nyomozati szakaszban. Nyilván nem fog beszélni. Nyilván nem beszél. Ő mondjuk most megígérte, hogy abban az esetben, ahogy lezárul ez a történet, akkor nagyon szívesen eljön ide, és akkor elmondja majd szerinte, illetve azt, hogy szerintem miért történt mindez. De én azt gondolom, hogy átlagember számára azért volt nagyon tanulságos ez a dolog, meg azért kell rá odafigyelni, mert hogy azok a vétségek, amiket az ő fejére olvasnak, és amik miatt elviekben őt erre a 125 napra bezárták, hát azok nem tűnnek olyan súlyúnak, ami indokolná ezt a fajta eljárást. Itt most két dolog van. Vannak hallgatók, akik azt gondolják, hogy ártatlan, és vannak hallgatók, akik azt mondják, hogy hazudik. Nem? Így van. Ezt a beszélgetést így hallgatod. Hazudik, és védekezik, Vagy ártatlan, és másról szól a dolog. Ezt így tudom elképzelni. Vagy azt gondolod, végighallgat ezt a beszélgetést, és gondolsz valamit. És aki nem? Szerint hazudik, az szerint nem lehetett jó ez a beszélgetés. Hogyne, persze, hát mindenki így vegyünk. Ezért is érdekes egy ilyen beszélgetés, hogy ez mennyire tematizálja egyébként a közvélemény. Mindenki sokan erről beszélnek. De mi se tudjuk, hogy bűnös vagy ártatlan. Hát ezt ő tudja egyedül. Hát ezt senki nem tudja valójában. Vagy csak nagyon kevesen. Így van. Na, mi megyünk tovább, mert hogy kedv van, ami azt jelenti, hogy Juli bár is megérkezett hozzánk. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatalnő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juliska! Jó reggelt! Sziasztok! Mi az, hogy folyton agonizáló fiatal? Agonizálsz mindenen. Én mindenen agonizálok? Igen, te egy agonizátor vagy. Egy fárasztó csaj vagyok? Nem. Én nagyon kedvelem a rovatodat. Az agonizálás az egyébként nem feltétlenül jó szó, mert az, hogy nem. Szülőként az ember állandóan felülvizsgálja magát, anyaként, nőként, dolgozó emberként, feleségként, az nem agonizálás, az egy folyamatos lelkizés önmagaddal, hogy mit csinálsz jól, mit csinálsz rosszul, mit csinálhatnál jobban. De te fejlődünk, az agonizálás valóban nem jó. Ez egy rossz használt szó volt, csak mert... Aki írta, kirúgjuk. Ja, nagyon döcögött, mint szokás szerint ugye a mobilnet, és Viktor nem tudott utána nézni a szót. Igen, ami Viktor. Benne van, jó ez. Mi újság? Köszönöm szépen kérdéseteket, remekül vagyok. Hallgattad Lacsit? Hallgattam. Na őszintén, ártatlan vagy nem ártatlan? Te, mint most, ebben a pillanatban rádió hallgató, kinek hiszel? Nekem voltak nagy szünetek. Vagyis? Amikor vártam, tehát hogy amikor egyenes választ kellett volna adni, és akkor voltak ilyen egy másodperccel hosszabb szünetek, és azon gondolkodtam, hogy ez vajon azért van, mert most gondolkozik, hogy mondja, uh-huh. Vagy azért van, mert olyan szakaszban van még a nyomozás, hogy még nem mondhat el bizonyos dolgokat, és ettől nekem egy picit bizonytalanná vált az egész. Uh-huh. De közben meg, tehát hogy... Uh-huh. De ugye, hogy gondol az ember? Ezt vagy azt? Tehát valahogy gondolod ezt az egészet? Hát igen, de mondom, tehát nem akarok se pro és se kontra állást foglalni, nekem voltak benne olyanok, ahol azt éreztem, hogy most miért nem vágja rá? Tehát most miért nem védi meg magát? Miért nem elő a farbával a gyermek srác, azonnal ebben a pillanatban cáfold meg, vágj oda, sőt, menj a kérdés elébe. Hát aztán elmondta, hogy miért nem. Igen, értem, csak hogy voltak ilyen... Bizonytalanságot keltett a Júliban ez a fajta. Egy-két másodperccel hosszabb szünetek, ami nekem fura volt, hogy miért nem. Uh-huh. Hát ezért érdekes, igen, hogy hallgat egy ilyen beszélgetést. Még nem kaptam meg az aspirinjén, biztos. Úgy szeretem, hogy ilyen empatikus vagy János, és hogy ezt egészet úgy átéled, és hogy benne vagy, és úgy nem kapta meg az aspirinjét. Igen, pedig már lehet, ma már lett volna esélye bevenni, igen. Rögtön az elején egy közszolgálatú jellegű kérdés, adjatok már tanácsot, mi a túrót tudtok csinálni kóbormacskákkal, ami odaszokik a kertetekbe? Hát, megtartjuk. Igen? Szuper. Én nem, mert én allergiás vagyok a macska szőre, és nem szeretem a macskákkal. Nem, az a baj, az egész hátsó kertünk egy nagy cica alom most már. Ja, hát az előtt semmit nem tudsz tenni. De nincsen valami riasztó, vagy valami. A macska fű. De akkor átriasztod a szomszédba, érted? Akkor nem vagy jó fej. Hát ha nálatok van cica alom, gyertek át hozzánk, nálunk az egész hátsó kert vigadalom. Na jó. Az
Vali, oda tetted magad. Ez egy nagyon jó volt. Mindig jó képek vagy. Figyelj, etesd, itasd, nem kell befogadni, tegyél ki neki tejet. Mit de nem akarom macska? Etetni, nem akarom itatni, hát ide jönnek, és ott végzik el a dolgukat. Kapd el őket, és vidd el a menhelyre. Az jó, mert ilyen örülnek. Ezt kérdezem, a macska nem akar elmenni, hát ez egy olyan hülye. Nem akar elmenni, nem akar, nem tudjuk, hogy ez egy hóbor macska, igen. Csak oda jár kakálni. Kap föl, vidd el egy számára idegen helyre, add be idegen emberek közé, hogy tegyék rá. Én is mindig átdobálom a szomszédot, amikor látom, hogy guggol. Hát na, látod. A macska lehet, hogy csak átjön, és igen, jól érzi magát. Most nálunk a következő helyzet ebből a szempontból, bekötötték a csatornát, és a macska észrevett, hogy sokkal puhább a talaj. Következésképpen gyakorlatilag az egész most úgy néz ki, mint a hold felszíne. Mert tele van ilyen kisebb gödrökkel, hegyekkel, stb. Többi, az egészet tele kakkantotta. Most ez van, hát fia, macskának nem tudod megmondani, hogy ő hova kakáljon. Hát, a macska nem. Az macska, de neki van egyénisége, van akarata. Nem tudom, de most ki vagy te, hogy megmond neki? Így van, én ezt értem, csak a gyerekeket most már nem nagyon tudom hátraengedni át. Írjátok rá a széljegyzetre. A macskát. A zacskóval mennek a gyerekek? Hát igen, hogy szedjék össze előtte. Akkor utána lehet játszani. És akkor utána lehet játszani. Előbb kakitlanítasz, aztán játszol. És csak ezt hallott hátulról. Nézd, Dunakavics! Sok is mazsola. Magyar skrippel. Na jó, szóval akkor nincsen semmi bevált módszer erre, mint a vakondriasztó, amit szintén tudom, hogy nem ér. Nem, azt szerintem kifejezetten a vakondok ellen találták ki. Vegyél egy csörétes puskát, és lőjél a levegőbe. Nem a macskára, nem, állatra nem lövünk. A szomszéd már jött ilyenek, hogy csinálják kis húsgolyókat, és tegyél bele üvegszilánkot, mondom, Jézus, atya úr is, én csak arra gondoltam, hogy a levegőbe lősz. Néhányat a macska megijed, és ahol egyszer megijed, állítólag a macska, oda nem megy többet, megjegyzi, mert hogy okos. Vagy csináljátok hátul tavat. Vegyetek kutyát. A macska utálja a vizet. Igen. Vagy vegyetek kutyát. A macska utálja a vizet. Persze. Na, én sosem volt macska, mert nem szeretem macskákat, tényleg? Ő gyűlöli. Komolyan? Hát tóban még nem gondolkodtam. Legyen tó hátul, és akkor nem fog belekakálni. Szuper jó. Na. Köszönöm. Na, mit hoztál nekünk, Juli? Srácok, először is egy kis ajándékot. Ó, az már vártuk. Hol, mit mondtam múltkor adás végén, hogy hova megyek? Igen, én emlékszem. Szerintem a fiúk nem emlékeznek. Én tudom, mit mondtál. Meleg sportnak. Meleg sportnak. Igen, ezt a srácok küldik nektek. De jó! A betyárját nekik. De jó, ilyen fiúk. Csak mondjuk, hogy mit kaptunk egy rózsaszín masnival átköltött türkiszkék váltóbotot kaptunk. A két szín együtt egyébként nagyon jól néz ki, főleg Jani kezében. Nagyon jó. Egy kék váltóbot egy rózsaszín masnival. Ultimál. Ugye, mert hogy a múltkori adás azzal ért véget, hogy óvatosan a váltóbotokkal, mert hogy ki tudja, hogy mi kerül a kezembe, vagy mi kerülhet egymás kezébe. Igen, mert hogy meleg sportnapra mész. Így van. Tök jó arcok. Jött Csabi, és rögtön a kezembe nyomta ezt, és mondta, hogy üzeni a fiúknak. Nem. Ja. Igen. Üzeni a fiúknak, hogyha van kedvetek és bátorságotok kergetőzni egy kicsit, akkor nagy szeretettel várjuk. Nem, most miért kell ártani a melegeknek az ilyen típusú megszólalásra? Ő mondta így. Mindjárt kergetőzni, szaladgálni, uh-huh. És fent vár, rendszeresen tartanak edzéseket. Van itt nekik valami? Mindjárt jönnek az olyan megszólások, hogy miért jó meleg sportnak, mert megússzák a bemelegítést. Figyelj meg, hamarosan megérkeznek az ilyen szóvicek és egyéb humorok. Szóval, meleg sportnap, állítólag ez nem az első volt, én most voltam először, ezt egyébként az Atlasz Sport Egyesület bizony, sokadik volt, tizen akárhanyadik már talán. 2004 óta létezik ez az egyesület, és ugye azzal a célra jött létre, hogy a melegek, a leszbikusok, biszexuálisok, illetve transzneműek olyan helyen tudjanak sportolni. De Juli, várj, magyarázd meg nekem nagyon sok meleg barátom van, ismerősöm van, én a médiában dolgozom, tele van melegekkel, én azért mondom ezt el, mert nem akarom, hogy a kérdésemnek bármi olyan felhangja legyen, hogy valaki azt érezze, hogy homofób vagyok, mert dehogy is, értékesek, nagyon sokat ismerek, és semmi bajom nincs velük tényleg. De miért kell csinálni egy meleg napot, meleg sportnapot, amikor a nemi identitásod, ha lemész egy edzőterembe, nem derül ki, ha elmész aerobikozni, ha elmész golfozni, ha elmész teniszezni, ott nem azt kérdezik, hogy meleg vagy-e vagy nem, hanem van a tornacipőd, és fogd meg az ütőt, aztán üssél, ha csak férfi létre nem sikongasz nagyokat, szögdelsz, és érted? Tehát, hogy miben szenved hátrányt egy meleg, ha elmegy sportolni, nyilván, ha szorong, ha le kell menni egy gyúróterembe, de ha elmegy, nem tudom, mondjatok, mit tudom én tényleg kézilabdázni, vagy akárhova, ott nem derül ki az, hogy te nem játszhatsz, mert meleg vagy, nem kérdezik meg tőled. Ez akkor derül ki, ha te ezt elmondod, vagy valakivel olyan kapcsolatba kerülsz. Egyrészt szerintem egyrészt kiderül, azt mondták a fiúk, hogy egy csomószor kiderül, és hogy ezek az emberek ezekben a sportegyesületekben, a hagyományos sportegyesületekben nagyon sokszor, hogyha kiderül az, hogy ők a saját nemük iránt, nemükhöz vonzódnak, akkor meghurcolják őket. Cipőjükbe vizet öntenek, összefirkálják a cuccaikat, tehát tényleg kicsinálják őket. De a nemi identitásod az, hogy derül ki, hogy nem nevetnek a meleg Nem kell, hogy kiderüljön. Tehát, hogy meleg lennék, és elmennék valahova edzeni, az a legbensőségesebb magánügyem, hogy én meleg vagyok, nem hirdetem. A csapattársaiddal
ez szerintem vannak szituációk, amikor ez kiderülhet. Elhívnak téged bulizni, és nem mész velük. Szerepet játszol folyamatosan. Miért kell folyamatosan szerepet játszanod? Itt van egy lehetőség, ahol összejönnek ezek az emberek, és együtt sportolhatnak úgy, hogy... Csak kérdezel, nekem nincs ezzel bajom. Csak a felvetés nem értem, hogy miért kell egy ilyet tartani. Hát hol sérül kell, az, ha valaki, mert nincs vele bajom, tartsanak, csak nem értettem. Miért kell a tűzoltóknak külön sportnapot tartani? Vagy miért kell az egészségügyi dolgozóknak külön sportnapot tartani? Hát az más. Mert azt gondolom, hogy van... Melegeknek nem az a szakmájuk, hogy melegek, hanem de közben meg van közöttük egy olyan kapocs, ami indokolja azt, hogy ők összejöjjenek egy alkalommal, és együtt sportoljanak, és miért ne tehetnék ezt meg? Nem megtehetik, dehogy is, nem erre vonatkozom, csak kérdés felmerült bennem, hogy nem érzem, de aztán lehet, nyilván ők tudják, hogy hol sérülnek, de nem feltétlenül derülhet ki az, hogy neked most olyan nem identitásod. Érdekes volt egyébként ez a sportnap, mert hogy én nyilván egy turista voltam ott ezen a napon, és érdekes volt, de közben nem volt benne semmi érdekes. Tehát sok ember jó hangulatban együtt sportol. Hát, és ez megtörténik, ha elmész egy pár futóversenyre is egyébként, ha meleg vagy ha nem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy átlagos futóversenyen is elég sok szexuális identitású ember van, aki ki tudja, hogy mit csinál otthon a négy fal között a hálószobájában. Csak hát oda futni megyek. De értem, de hogy tehát ők itt, ez nem egy felvonulás, ők itt nem mutatnak föl semmit, nem protestálnak, meg nem arról van de szó, kicsit hogy ők... igen, mert ez meg... Tehát ez... De nem azt mondják, hogy ne gyere el. Ez egy meleg sportnak. És akkor... De mi most megmutatjuk mindenkinek, aki mondjuk nem meleg, megmutatjuk, hogy mi ugyanolyanok vagyunk, mint ti. Így van. Vagy mit kell megmutatni, de akkor nem értem, hogy miért kell megmutatni, ha ugyanolyan, mint én, akkor nem. Figyelj, azt értem én, hogy ők mit üzennek ezzel, azért ez az ország rettenetesen homofób. Itt nagyon sok mindenkit rekesztenek ki azért, ha kiderül róla. Csak kérdés, hogy a sportolás közben ez kiderül-e. Szerintem abszolút. Hát ha ők nyilván ők így közösségbe verbúválódnak, és ők ebben felszabadulnak, akkor igen, ezzel nincs baj. Hát azért ez az ország, ez sajnos valójában tényleg rettenetesen homofób. Bennem csak kérdés szinten merült föl, hogy én például, ha meleg lennék, és elmennék valóban, nem biztos, hogy akarnám, hogy kiderüljön, ugyanúgy sportolnék, de nem gondolnám, hogy ezt mindenkinek elmondom. Na jó, de mi történt? Elmentél, akkor megkérdezik az embertől, hogy nézelődő, vagy valójában nem identitása miatt jött el? Nekem, szimpatizáns vagy pártoló tag. Nem, nekem Csaba írt levelet, a Csaba ennek a sport egyesületnek az egyik vezetője, ő viszi azt hiszem a futószakákot. Csabi, akitől kaptátok a váltóbotot, ő hívott meg, hogy érdekelne engem. Jani elkezdett a váltóbottal babázni. Én pedig elmentem, olyan 10 óra magasságában kezdődött a rendezvény, én 1 óra fele értem oda, mert láttam, hogy mi a beosztás, egyébként nagyon jó kis programot raktak össze. A férfi öltözőben addigra már nem volt hely. Tehát rengeteg. Mit csináltál a férfi öltözőben? Nem voltam, csak már éppen akkor hallottam. Hát bemehet. Bocsánat, csak egy felvétel a fiúknak, hogy bizonyítsam, hogy itt jártam. Rohadt a kamerában. Szóval jóval több férfi volt, mint nő. Egyébként olyan kb. 150-en mentek el, és ebből talán a 30 leszbikus hölgy volt ott. Úgyhogy inkább elsősorban pasikat láttam. És hát volt Csabi, aki fogadott, aki szerintem egy... A meleg férfiaknak szerintem egy ilyen esete lehet, egy ilyen meleg barna tekintetű finom arcú. Meleg barna, ugye? Vonzó pasi volt, de például nekem ő egyáltalán nem jött be, míg aztán jött később Milán, aki meg egy megboldogult lánykoromban, ettől a pasitól nekem megrezzent volna a térdem, mert hogy egy halálosan jó pasi volt. Csak a szláv nevűekre gerjed. Milán is egyesületi tag volt, és akkor ott körbevezettek, és mondták, hogy lesznek különböző edzések, és persze az ember igyekszik úgy viselkedni, hogy nem nézelődik, meg nem figyel, de közben meg olyan érzése van az embernek, hogy úgy nézelődik és figyel, és én is nézelődtem és figyeltem az embereket, és úgy kerestem a villanásokat és a pillantásokat. De milyen villantás, hogy két súlylökő egymásra kacsik, és azt mondja, hogy találkozunk fél óra múlva a budi mögött? Tehát milyen villanásokat keresem egy sportnapon? Vagy jön egy atléta egy gerejjel, és azt mondja, nézd, igen. És azt mondja a rúdugrónak, milyen hosszú a rudat, nekem rövidebb a golyom. Gyere. Milyen villanás? Éppenséggel volt ilyen. Hosszú a rudad. Mondja a rudrónak. Rám nem villant senki. Jó kis rudat, ilyen? Milyen hosszú. Az enyém miért nem ilyen hosszú? Tehát, hogy ilyen villanások nincsenek. Hát intelligens, értelmes emberek. Voltak? Egyébként volt. Tényleg? Volt, igen. Elkaptad, hogy a súlylökő végén méri az atlétát? Nem, elkaptam azt, hogy az egyik
pasi a spinning óra után belecsípett a másik pasi. Jaj, Juli, de ez most halál komolyan mondom. De ez a megszólás, az segíteni akarunk. De nem, de nem, de nem, de semmi. Vagy inkább ártani. Nem, nem, állj. Tehát, belecsípett. Igen, belecsípett. Na és, de miért ne csípne bele? Hát egy meleg sportnapon hol csípjen bele, ha nem egy meleg sportnapon? Azt megkérdezted-e a meleg sportnapon résztvevőktől, hogy bántaná-e őket egy heteros sportnap? Mert én ezt megkérdezném. És tudod, mi lenne a válasz? De hát heteros sportnap meg rendszeresen van. Tehát, hogy de nem, egy kihirdetett heteros sportnap. Az nagy különbség. Tehát nem egy futóverseny, hanem azt mondom, hogy én tervezek. Na, azt másképp élnék meg, azt elhiszed, hogy azt kirekesztésként élnék meg? A kérdés, ez a jó kérdés a melegeknél. Ti csináltuk egy meleg sportnapot, semmi baj nincs vele. Én akkor örülök, ha ez a város és ez az ország sokszínű, és mindenki boldog, kiteljesedik, és eltűnnek az előítéletek, az egy élhető világ. De ebben a kérdés, ebben az összefüggésben szerintem az érdekes, hogy ők mit szólnak egy olyan naphoz, ha azt mondjuk, hogy ez most egy heteros sportnap. Érted? Hogy de ez visszafelé... Azért, ide lehetett azért, menni heteróként. Nem, csak nem. Mondom, hogy mi kihirdetjük, hogy heteros sportnap. Érted? Ez nem egy életszerű kérdés. Miért? Azért nem életszerű kérdés, mert vannak sportnapok, amire bárki elmehet, mindenki és ott lehet. És van a meleg sportnap? És van a meleg sportnap, ahova elmehetnek a heterók is. Tehát nem, én nem azt mondom, hogy a melegek nem jöttek el, csak hirdetek egy heteros sportnapot. Hát miért kéne hirdetni? Tehát érted, mit kérdezek? Értem, hogy mit kérdezel, de jó, nem... Jó, már fel magad, hogy is látás. A Jani a Juli felé nézett, csak mondom. Ja, igen. És azért oda kacsítottam Zsűlnek. Tisztázzuk a nézési irányokat. Nem, én csak hangosan gondolkodom, de szerintem ez a világ és ez az ország akkor jó, ha lehet meleg sportnap, ha lehet meleg felvonulás, ha lehet meleg tűzoltó találkozó, tényleg bármi, mert attól, hogy az ember sokszínű, sokféleképpen gondolkodik, és sokféleképpen érez, az egy élhető világ, ha én tolerálom, hogy te elmész, te tolerálod, hogy én elmegyek. Csak kérdezem. Szerintem minél több ilyen van, annál jobb. Így van. És annál ebben többet hallunk erről, és annál többet van lehetőség arról, hogy beszélgess mondjuk a gyerekeiddel, vagy a barátaiddal erről a témáról, és minél többet beszélgetsz erről a dologról, annál kevésbé lesz testidegen. Minél hétköznapibb, hogy ez megtörténik, igen, annál jobban tudod ezt leképezni a saját családodban, a gyerekeidnél. Szóval, igen. Programok. És elcsípted, hogy ja, nincs emberi vagyok, nem nézegetem őket. Tehát volt falmászás, volt konditerem. Miért volt a konditeremben fél órás szünet? János, de na most 13.30-tól 17 óráig, ez a baj. Zárójelben 15 órától 15.30-ig. Különböző programok voltak. Ki magunk. János, nem minden meleg beszél így. Tehát, hogy ezek a hülye sztereotípjáit, hogy a melegek affektálnak. Tehát nem affektálnak, nem hülyék, meg nem de affektálnak. Van egy ilyen, de van egy van, ilyen egy szegmens. Én ismerem a teljesen normálisakat, akik nem játsszák meg magukat, akikben nincsen ez a fajta fura affektálás, de ugyanakkor tényleg ott van egy ilyen masszív réteg, aki nagyon furán affektál, teljesen indokolatlanul. Rudugrás volt? Nem. Nem, mondom, hogy mind a kettő. Én vagyok astarok. Én spinning órára mentem, a spinning ugye ez a biciklizős, uh-huh. És felállsz közben kicsit, meg visszaülsz, meg mi egyéb. Milán kísért le, aki mondta, hogy reméli, hogy jó kemény lesz a spinning. Mondtam, hogy én is így beszél remélem. Kicsit affektálva? Volt egy pici ilyen. Igen, volt. Egyébként egy icipici affektálás, de nem, de egyébként helyes pasi volt. Mindenki beült a spinning órára, együtt tekertünk. Vicces volt, mert mellettem ült két fiatal srác, akik néha így hátranyúltak, összepacsisztak, és akkor tekertek tovább, de közben meg szóval elmentél fiseggeket bámulni. Igen. Összepacsisztak spinning közben. Mi? Igen, hogy meg van, hát újabb kilométer. Egy utal. Csinálják, igen, és hogy jól megy, de közben meg mellette meg volt az a fajta. De most miért vagy kiakadva? Egy nő meg egy férfi összepacsizik, az normális, csak két férfi az nem? Ne, a nekem az is fura egyébként egy spinning teremben. Miért? Pacsi. Hát most csak pacsizna. Tehát ha két férfi pacsizik össze, az már életidegen? Jó. Nem húzd fel annyira magad. Én csak kérdezem. Nem értem, miért vagy most ilyen. Én csak kérdezem. És volt mellettem ugyanabban a teremben három másik olyan fiatalember, akik adoniszok voltak, nagyon markáns, nagyon jóképű, nagyon pasis-pasik, és utána kimentek a teremből, és láttam, hogy együtt vannak, és együtt mozognak. Tehát akkor nem szimpatizánsok voltak, hanem melegek. Tehát, hogy tényleg azt érezte az ember, hogy nem nagyon tudod megkülönböztetni egymástól, nincsenek jegyek, ami alapján nagyon különbséget tudnál tenni. Úgyhogy ez volt a lényege tulajdonképpen ennek a napnak, de... Hát sportemberek között alapvetően persze. Nincsen különbség az alapján, hogy milyen szexuális identitással lehet, közöttük ugyanolyan, de ez is olyan hülyengzik ez a közöttük, ugyanolyan nagyszerű sportemberek vannak, mint a heterok között, ez abszolút nem számít. Egy rakás szénnégyúrt meleg srácot ismerek. Hogy próbál visszajönni? Ahogy?
Igen. És a nőket most például te ebben a beszélgetésben miért nem mondod? Mert nem voltak gyakorlatilag. Hát de volt 30, azt mondtad. Körülbelül, de ők párban jártak egyébként. Aha. És nem voltak különösebben feltűnőek, hogy is mondjam. Nem is az, hogy feltűnőek. Egyébként mindegyiknek ugyanolyan haja volt, mint nekem. Ez fura volt. Jézus. Mindenkinek egyik oldal kicsit hosszabb, másik oldal picit rövidebb. Ez most a divat biztos. De ők nem. Mert kicsit azt érzem, ahogy a fiúkról beszélsz, a meleg férfiakról, akik ezen a versenyen voltak, hogy ugye te is kikarikírozod a dolgot, és a lányok egyszer se kerültek szóba. Igen, igen. Ugye a lányoknál természetes. Nem. Én egyébként azt gondoltam egyrészt, hogy sokkal többen lesznek, azt gondoltam, hogy lesznek szóló lányok is, nem volt egyáltalán, ők párban jöttek, mindenki párban volt. Azt gondoltad, vagy remélted? Reméltem is, hogy lesznek szóló lányok, de nem voltak szóló lányok egyáltalán. De hogy is mondjam, ők egyáltalán nem voltak feltűnőek. Tehát a történet 90%-ban a férfiakról szólt. És akkor mentem még egyébként egy karate edzésre, ahol párban voltunk, egy idő után párban kellett verekedjünk. Hát egy áldozat típusú fiúval kerültem egy párba, ahol... Magára rántott. Hát nem magára rántott, hanem szegényke ilyen nagyon hosszú végtagokkal rendelkező... Kérte a folytást. 18 éves fiatalság. Júli, hát, Júlia, folytást, még a folytást. Ichi, ni, san, si. Ő egy kicsit megijedt attól, hogyha megindultam felé. Híresség volt? Nem. Nem volt híresség. De például a karate edzésen tök érdekes volt egymás mellett látni azt, hogy volt olyan pár, akik tényleg cica harcoltak, és egymás felé csapkodtak. És tök volt mellettem egyfelől próbálj meg lebontani a sztereotípiákat, másfelől meg... De közben meg volt mellette két olyan kemény pasi... Volt mellette két olyan pasi, akik abszolút heteroszexuális férfiaknak tűntek, és nem voltak azok. Ami vicces volt a végén, hogy ugye van a minden karate edzés, én soha nem voltam karate edzésen, de a karate edzés végét ugye azzal zárják le, hogy letérdelnek az emberek, és lehajolnak, vagy hát így lehajtják a fejüket. Ugye? Meghajolnak, igen. És mellettem volt egy fiatalember, aki megpuszilta a földet, mert azt hitte, hogy azt kell, hogy nagy cuppanosokat nyomottatott, amire... Nem baj, hát ő túl gondolta a dolgot. Igen, ők nem muszlimok, ők karatékák, tudod, Lajos, ez nem kell megcsokonod a földet. Igen. Na ez egy jó tapasztalás. Egy nagyon jó hangulatú rendezvény volt, igazából azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy el kellene hozni a gyerekek, de csak egy pillanatig futott át ez a fejemen, mert hogy nem voltak egyáltalán gyerekek, nem voltak párok, akik gyerekekkel érkeztek volna, tehát ott a gyerekeim nem nagyon tudtak volna mit csinálni. Ami még egyébként érdekes volt, hogy ott volt a Sárm nevű tánc együttes, itt azonos neműek táncolnak. Sárm? Igen. Már nézem is. Ők versenytáncokat táncolnak, azonos neműek táncolnak. Na, ott azért tudtam, hogy ha most ott lennének a gyerekeim, ők nem tudnának ezzel most mit kezdeni. Ott volt két fiatalember, csipke felsőben, kék mellényben, és csacsacsáztak, meg szambáztak. Aztán jött egy pár, egy fiatal lány, meg még egy fiatal lány, akik meg keringőztek. Mi körbeálltuk őket, megtapsoltuk, táncoltak, jó hangulatú volt, de ilyet például életemben először láttam. Tehát nem is hallottam korábban arról, hogy van azonos neműek. A rendezvény célja az volt, hogy megmutassák, hogy ők ugyanúgy sportolnak, de várták egyébként azok a hetero embereket, akik viszont nem jöttek el, ugye jól érzem? Hát volt egy pár, szerintem nem én voltam az egyetlen. Aha. De nyilván nem kaptunk matricát, hogy hetero vagyok, tehát nem nagyon tudtad megkülönböztetni egymástól az embereket értelemszerűen. Mindenki vegyült mindenkivel, és senki nem firtatta azt, hogy te most akkor a mi kutyán kölyke vagy-e, vagy sem. Ja. Ez egy olyan nehéz dolog, és nem tudom, hogy lehet ezt megoldani, hogy azért kell ilyet rendezni, hogy elfogadott legyen, vagy ha elfogadott lenne, már nem kéne ilyet rendezni, érted? Tehát, hogy mitől lesz valójában elfogadott, mert egy országban elfogadott az, hogy valaki meleg, akkor tulajdonképpen már rendezni sem kell, mert ezzel nincs baj. Rendezni addig kell, és demonstrálni, és megmutatni, hogy mi is melegek vagyunk, sportolunk, amíg ez nem elfogadott. Uh-huh. Kérdés, hogy egy ilyet rendezel, akkor viszont az attól elfogadottabb lesz, és segítesz az ügynek, és megismerhetsz melegeket, és elmehetsz egy ilyen rendezvényre, vagy ezzel te még mindig jelzed azt, hogy meleg vagy, és erre szükség van, és pont az ellenkező hatást éred el egy viszonylag homofób országban. Tehát, hogy baromira nincsenek ők egyébként könnyű helyzetben. Hát nem? Pár száz évvel előtt elképzelhetetlen volt mondjuk Amerikában az, hogy egy fekete gyerek egy fehér iskolába járjon. Aztán most meg Amerika elnöke. Nyilván, persze, hát változik a dolog. Férfi, minél többet jelennek meg,
minél több fórumon mutatják meg magukat, annál többet beszélgetsz róluk. A kérdés az egyébként, azt nem tudom, hogy ti ezzel hogy álltok, amíg van rá időnk, hogy gyereket például elvinnétek-e esetleg ilyen rendezvényre. Én azt gondolom, hogy eljön az ideje, nem mindegy, hogy mikor döntesz úgy, hogy elviszed. Tehát jól kell felmérni, hogy a gyerek mennyire van arra készen, amit lát, és hogy értelmezi, amit lát, hogy fel tudja valójában fogni, és jól értelmezi, és nem zavarja össze. Nem mindegy, hogy hogy tálalod, nem mindegy, hogy mennyire természetesen tálalod, nem mindegy, hogy mennyire vagy frusztrált, vagy zavarban, ha erről beszélsz, vagy teljesen természetesen mondod el neki. A gyereknek nem az a lényeg, hogy mit mondasz, a gyereknek mindig az a lényeg, ahogy mondod. És ha jól mondod, és érzi rajtad, hogy nincs benned zavar, akkor a gyerekben sem lesz, ha benned van, és elviszed egy rendezvényt, és megpróbálod neki megmagyarázni, de tök frusztrált vagy, és közben az egészet nem tudod, nem a gyerek attól... Na jó, de lehet, hogy megpróbálod egy ilyennel szembesíteni, de közben ezt még magadban sem rendezted. Tehát jól kell megválasztani az időpontot, és jól kell a szülőnek szerintem felmérni, hogy a gyerek ezt valójában értse. Előbb-utóbb nyilván ez, erre fel kell készíteni, és ezt a világ legtermészetesebb dolgaként vázolni kell neki. Most hányan sikoltottak föl ebben az országban, hogy a világ legtermészetesebb dolga, ugye? Szegény anyukám ebben a pillanatban bárhol is van, elkezdett összeesni, és nagyon csuklik, de hogy nyilván, hát ez nincs baj. Szerintem ez minden korábbi életszakaszban történik meg a gyereknek, szerintem annál természetesebb. Igen, hát jó, nem jól kell. Például. Tehát, hogy én úgy vagyok el, hogy a gyereket bármilyen sportrendezvényre, viszont bármilyen sportrendezvényre, ami arról szól, hogy ez egy sportrendezvény, egy meleg sportrendezményre nem vinném el, mert hát ez is egy mert ki van sa, tehát hogy itt tényleg az, igen, de azért mondom, hogy bármilyen, hogy értsétek, hogy mit akarok ezzel mondani, tehát hogy ahol a szexuális identitás van kihangsúlyozva, oda én nem viszem el, mert teljesen feleslegesen gondolom, hogy nem ez a lényeg, nem ez a fontos. A sportrendezvény, ezen van a hangsúly. Ez amiről amiből indult egyébként ez a beszélgetés, arra próbálok meg ezzel utalni, hogy nem fontos, neked heterokén nem fontos, ugye ezt fordíthatjuk így is, hogy neked heterokén nem fontos, nekik viszont igen, mert sérülnek közben. Igen. Tehát, hogy azért ez egy megítélés kérdés, hogy egy sportrendezvényen fontos-e a nem identitás, vagy nem. Nekünk heterokén nem, mert minket senki nem csesztet. Érted? Tehát melyik oldalon vagy? Csak ne. Azért nem vagy, én nem. Én azon az oldalon vagyok, nem, hogy a szexuális identitás ugye mindenkinek a saját magánügye. Ez egy meleg sportrendezvény, ez picit egy ilyen tabu döntögető kezdeményezés, és nálunk meg otthon ilyen tekintetben nincsenek tabuk. Tehát mi elfogadjuk mindenkinek a saját választását, ezért nem kell a gyereket ilyen rendezvényekre elvinnem. Hát, szerintem meg ha pont nem viszed el, akkor meg valamiért nem viszed el. Ha viszont valamiért nem viszed el, akkor meg pont, érted? Értem, akkor fogadtad el igazán, ha elmész vele, természetesen ott van, látja, beszélgettek róla, hazamentek. Ha nem viszed el, akkor azért nem viszed el, mert itt nagyon sarkosan jelen van a szexuális identitásuk. Szerintem pedig egy sportrendezvénynek nem ez a funkciója, vagy nem ez kell, hogy legyen a funkció. Ez nem azoknak szól, akik elfogadják őket, hanem azoknak, akik nem fogadják el őket. Gyertek el, nézzétek meg, próbáljátok ki, legyetek velünk. Lássatok, ugyanolyanok vagyunk, mint ti. Ez azoknak szól. Most minek menjünk el oda? Mi elfogadjuk őket ilyeneknek. Hát igen, sokféleképpen lehet ezt megközelíteni. Érdekes kérdés minden esetre. Jó kísérlet, én nem bánom, hogy elmentél. Sokféleképpen lehet erről beszélni. Szívből ajánlom mindenkinek. Kinőtték a helyet egyébként, úgyhogy jövőre már azt hiszem más helyen fogják megrendezni. A 13-at. A 13-at, a mágikus 13-at, azt állítólag már egy nagyobb helyen. Mert most tényleg rengetegen voltak, egy csomó ember nem is fért be az edzőtermekbe. Úgyhogy tök jó. Nagyon jó program volt. Megnéztem a tánc klubnak egyébként a honlapja, Charm Hungary Dance Club, ez a nevük. És tele van csajokkal. A két srác közül egyébként az egyik könyvelő volt. Az, őket nem néztem annyira, Beát Rékát, igen. Igen. Nem tudom, hogy másik. Nem rúghatsz labdába nagyon. Tehát Líviát. Igen. Ha érted, mire gondolok. Hát csak ezért nem menj el. Csak a statikusabb táncoknál így. Gyuli, köszi, puszi. Én is köszönöm. Ciao, hello, hello. Hármas ugrás játszunk már, és itt van a hallgatónk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello! Hello! Hello, hello! Ági, hello, Ági! Honnan hívtál minket? Sziasztok, Balázsjáról! Balázsjáról! Milyenek a kérdések, Jani? Nézem. Azt mondja, szerintem egy picit nehezebb. Aha, nem, menni fog az. Na nézzük. Itt van az első kérdés, figyelj, melyik fiatalon elhunyt színész filmjei a Leszámolás Kis-Tokióban, a Mint a tűz és a Holló? Ó, Brandon Lee. Az első kettőben is tudtad volna, vagy csak a harmadikból? A harmadikból. Na, azért. Menjünk tovább? Menjünk. Milyen háziállatokkal foglalkoznak a kinológusok? Lekapkodj. Kinológus. Kinológus. Kutya? Egy van. Ott vagy, meg vagy. Kutya. Így van. Nagyon jó. Menjünk tovább, vagy álljunk meg, hogy érzed?
Menjünk tovább. Menjünk tovább. Itt szól a harmadik kérdés. Melyik amerikai államban élt Dorothy? Melyik ez az amerikai állam? Az Óca csodák csodája című mese főhőse. Ezerszer elhangzik. Vissza a mesében, akar a menni. Filmben, a musicalben. Kényszer? Úgy van! Magadtól? Vagy volt egy kis segítség? Hogy ment ez? A kollégáim segítenek. Aha. Nagyon kedvesen. De jó, érdekes. Higgyél bennük jobban. Végig jó csúttak. Igen. Ügyes, szeretem ügyesek őket, nagyon rendesek. Ügyesek voltak, mondd meg nekik, gratulálunk. Küldjük az ajándékcsomagot, Ági, ügyes vagy. Köszönöm szépen! Sziasztok, jó munkán! Hello! Ciao! Hello, hello! Ciao, ciao! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! 3:10 lesz, pontosan 3 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Csak slágerek! Klassz FM. Morning Show. Ez itt a Morning Show. 3:10 lesz, pontosan 1 perc múlva jönnek a hozzászólások. Balázs, fejezd be ezt a liberális észosztást. Rendben vagy téved. Azonnal, azonnal erre pakolnak. Azonnal. Bármit mondasz, valonnan úgy is kapsz, tudod. Azonnal. Azonnal jönnek az SMS-ek. De hát ez nem baj, küldjetek csak nyugodtan. Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Vendégünk volt Lagzi Lajcsi. Sok mindenről beszélgettünk vele, azt hiszem talán nehéz is lesz ezt néhány percben megmutatni, de megpróbáltunk egy-két részt összevágni az ismétlésben. Elviekben, hogyha lezárul az ügy, lesz egy még őszintébb beszélgetésünk. Igen, Lajcsi azt mondta, hogy tudja, hogy mi van a dolog mögött, tudja, hogy elvilegik vannak a dolog mögött, és egyszerű ezt felfedi, és elmondja, kíváncsian várjuk a folytatást. Vele beszélgettünk tehát, érdekes beszélgetés volt. Valamint gyermekkori félelmeink is szóba jöttek. 2 óra után elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hogy van az, hogy az ember tudatában annyira megmarad az a pillanat, az a dolog, amitől annyira félt gyermekkorában, egy függöny, egy nyikorgó járólap, egy szobor a falon, vagy csak egy kép. Igen. És hát kiderült, hogy nekünk vannak ilyenek. Feri az igazat álmát aludta az első 15 évben. Max a kerti budi, de. Igen, a kerti budi, de. De nagyon-nagyon mélyre kellett ásni, hogy megtudjuk, hogy Feri gyermekkorában valójában mitől fél. Igen. Elmarad egy disznóval. Vágás, vagy ilyesmi. Sosem maradtál. Sosem, mert tudjuk, hogy reggel ezt is megbeszéltük, hogy csak az apropó kell. Apropó, hogy bármi lehet egy disznóvágás. Igen. Úgyhogy erről beszélgettünk, és ezeket a pillanatokat most megmutatjuk. Nekem el kell mennem, de haragudjatok. Ne. Nem haragszunk, hát hogy haragudnánk, hiszen... Visszahívtak az urológiára, ja. Úgyhogy... Itt a váltóbotot. Fuss, fuss. Jó, úgyhogy jönnek a nap legjobb pillanata, és aztán már csak ketten jöttök majd vissza. Holnap találkozunk akkor. Úgy legyen. Szevasztok. Sziasztok. Hello. Ja, vagy ez történt a Morning Show-ban. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 5 perc múlva 10 óra, szevasz Csabi. Jó reggelt, szevasztok, büszke apuka vagyok. Na mert, nyertetek? Szlovákiában voltunk focitornán, RTK, 11 évesek. 3 vereség, 3 győzelem, de az utolsó meccs, helyosztó. 0-0, és büntetőkkel, és hát az én fiam a kapus, és ott 3 büntetőt kell rúgni, és hogyha akkor sem dől el, akkor ugye mennek tovább, 4 büntető lett, ebből 3-at megfogta. Az igen. Na, tehát nem valami. Az, hogy mellé rúgták, 3-at kivédett. Érted? Nagyon ügyes, gratulálok. És így nyertek az utolsó meccsen. Végül van egy tehetséges egész... gyerek a családban. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Nagyon. És hát közben mi kollégiumban voltunk, kicsit ott apukákkal, anyukákkal este, megbeszéltük a meccs dolgait, és minden gólra kellett inni valamit. Holnap még sokat mesélsz róla. Mi a micsoda börtön, a házasság még sokat. Igen. Vedd föl! Utolsó csöngés. Ennyire rohantok. Itt a vége fussal. Így van. Igen. Sajnos mennünk kell, az én mumusom a villanyaszlop mögé elbújt farkas volt, őt piros kard írta nekünk. Muti, őt szeretett volna naphallgatójának választani. Ő is lett, csak ajándékcsomagot most ebben az esetben nem kap. Holnap reggel 6 órakor itt vagyunk, és holnap majd Csabi bővebben mesél. Mi nem vagyunk függelemsértők, érted, vagy minek hívják azt, mi betartjuk a szabályokat, Csabikám. 061-555-55-00 ez a telefonszám, Lajcsi, itt lehet kérni. Így is van, itt lehet kérni. Dalt is! Szevasztok! Sziasztok! Hello! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor.